Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Here we go. Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Esti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ördögűző tréninget indít a Vatikán. Hallottatok erről? Ki neve? Gondolom, nem? Viccelsz, hát érted? Black Metal miatt oda kell figyelnem minden ilyenre. Kineveztek 7 új ördögűzőt, Szardíniából 3 papot küldtek Rómába egy ördögűző tréningre, hogy gyógyítani tudják sátánista vagy fekete mágiát alkalmazó híveiket. És a spanyol katolikusok 8 pappal neveztek be a képzésre, mert egy tanulmány szerint az országban korábban sosem látott szintre emelkedett az ördögök által megszállt hívők létszáma. És ezért ördögűző tanfolyamot indít a Vatikán. Gondoltam, hogy a spanyolok fognak erre ráfűzni a legjobban. Nekik ugye a történelmi a hagyományaikból kifolyólag elég sok ilyen ügyük volt. Azért az inkvizíció tombolt ott egy hosszabb időn keresztül, úgyhogy gondoltam, hogy ők lesznek az elsők, akik. De mi a baj Szardínia szigetén, ahová 3 ördögűző is kell? Nem tudom, mi történik Szardínián? Mi a baj? Hogy néz ki egy ilyen megszállt ember? Az milyen? Mert ugye a filmekben egy csomószor lát az ember ilyet, de valójában mi történik ezekkel az emberekkel? Epilepsziás rohamhoz hasonlít. Igen? A szakkönyvek szerint az ördögnek a benned lévő jelenléte. Habzik a szád, és rángatózol. És latin szavakat mondasz. Igen. Vagy holt nyelveken beszélsz, illetve hogyha mondasz valamit, és azt visszafelé játsszák le, akkor abból kiderül valami értelmesebb dolog is. Például, hogy emlékszem rá. Ez mi volt? Nincs meg. Ákosnak az egyik számával csinálták meg ezt a viccet, hogy visszafelé lejátszod, akkor az egy ilyen sátánista szöveg lesz belőle, és fölhívott valakit az emberünk, hogy nézzék meg, mert Ákos sátánista. Nagyon jó volt. És kijött valami visszafelé a szöveg? Nehogy jött sem. Semmi nem jött sem. Nem, hát ugye volt egy ilyen értelmetlen szöveg, és akkor visszafelé lejátszottak, és az Ákos szövege volt. Hogy, hát az utolsó ilyen nagy hordai ördögüzés, amire én emlékszem, az ugye a Ferikének az ördögüzése volt, amiről az egyik magazin műsor, az egyik esemény csatornán is beszámolt, és hát amikor felgöngyölítettek az ügyet, ott kiderült, hogy valójában az egész csak arról szólt, hogy nem kapta meg azt a kis kerékpárt, amit ő szeretett volna, de ő is bedobált gyakorlatilag mindet, és akkor nagyon hitelesnek tűnt. Tehát, hogy és az mi volt? Egy család elment egy ördögűzés, és a gyerekből kiűzték, de kamu volt, vagy igazi volt? Én erre nem emlékszem, nőnye meg kell. Kamu volt természetesen, de nagyon hiteles volt eleinte. És elment valaki ezt leforgatni? Mert és leforgatták, igen. És nagyon jól néz ki egyébként az egész szituáció. A szoba belsőt úgy kell elképzelni, hogy szentkép a falon, oldalt egy kis konvektor, stb. Ferike egy ilyen svéd típusú elemes fotelben ücsörög, irgalmatlanul szenved, közben a családtagok lefogják, és próbálják meg megakadályozni, hogy a sátán átvegye az uralmat a teste felett. Hát aztán később kiderült, mondom, hogy csak nem kapta meg a BMX-et. Várj, megtaláltam. Kiment a stáb, ugye kivitték a Végferit, ugye? Aha. Ő, mint ugye szakértő, és a család se tudta, hogy a gyerek is kamuzik. Nem tudták. A család se tudta? Nem. Tehát egyedül a 8 éves Ferike vezetett meg mindenkit. És akkor a napló honnan tudta, hogy kamu? Hát mondom, gyanús volt. Kételkedtebben, hogy valami nem stimmel. Na nézzük, mi történt. Most egy gyereket, kisfiam! Engedd el meg attól! Engedd el, hogy menjek ki? Engedd el! Engedd el, most távozz tőle! Engedd el meg attól! Engedd el meg attól! Engedd el! Atya Isten, a gyerek vonag. Nagyon komoly. Én nem láttam ezt az anyagot, hallottam róla, ismertem, de nem láttam. A gyerek ül egy ilyen karosszékben, fölötte papa, mama, ahogy halljuk, ugye, ők próbálják lefogni, a gyerek csukott szemmel vonag. Nem mondd, hogy menjen! Engedd szabadon! Ferike, engedd el! Ő vagyok a megtestes ült gonosz! Van ott valaki egy kereszten is. Atya Isten! Angyal vagy! Angyal a testemet elviheti, de a lelkemet nem! Nem tudja, nem
Gyerekek, ez nagyon kemény. Nagyon a gyerek jó, nagyon jól nyomja. Jó. Fölakadt a szeme. Figyelj, én nem láttam ezt. Én nem ismertem, óriási. Csak hallottam rá, ez óriási. Elmondom, mi a megoldás? Hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Itt a démon, de már ki jön. Nem tudom, hol van az exercise book-a, valaki ismer ezt a videót. 316-nál. 316-nál? Valaki elküldte ezt így, hogy 316. Nem, már megkerestem. Ja. Igen, egy pisszoár, de ezt a rejtvényt is mindjárt megfejtjük. Művelt egy démon nem viták. Ja, és hát várjon a napozom. Művelt egy démon nem vitás. Azért valaki, amikor megkaptam mountain bike-ot, akkor eltávozott Ferike szellem. Hát figyelj, valami ilyen. Igen. Az exercise book, ez nagyon sokaknak megvan, mert rengetegen megírták. Na jó van, hát kit érdekel, hogy ezek után mi van a Vatikánban, ha nekünk ilyen Ferikénk van, nem? Hát most, hogy ők ott próbálnak ilyen ördögűző tanfolyamot csinálni, azért egyszer egyébként elmennék egy ilyen, amikor mondjuk egy komoly felszentelt pap egy ilyet megcsinál úgy, egy olyan emberrel, akiben mondjuk valószínűleg tényleg benne van valamiféle idegen entitás, és mondjuk azt ott elkezdik kiűzni, nem? És nem színész, tudod, és mondjuk részt venni egy ilyen szeánszon. Kereszt kell, szentelni kell. Ehhez abszolút nem értek, nem tudom. Nem tudom, hogy ez ez egy nagyon komoly procedúra. És tényleg, ahogy én hallottam, itt külön vatikáni engedély kell, nem is végezheti egyébként bármilyen pap, tehát erre vannak kiképezve papok. De ebbe hisztek? Tehát valójában akkor, mert ugye azért ti vagytok itt a nagy szkeptikusok, hogy akkor ez lehet. Tehát, hogy egy videgen entitás valaki beleszáll és átveszi. Ha a sátánban hiszünk, akkor hiszünk a Vatikánban is. Miben a sátánban? A sátánban, hogyha hiszünk. De nem, csak kérdezem, hogy akkor erre mi a magyarázat? Nektek, akik ugye általában azért inkább a másik oldalon. Hogy nem kapott mountain bike-ot, hát Ferike, mi lenne a magyarázat? Ferike, de mondjuk, ha már a Vatikán is felszentelt papokat küld el ördögűzni, hát azért valamit ők tudhatnak, nem? Hát, megmondom őszintén, én hajlok rá, hogy higgyek benne. Tényleg? Igen, mert hogy vannak olyan filmek, amik milyen megtörtént esetek alapján, és olyan esetek alapján, amiknek meglehetősen tragikus végkifejlete lett, és így én hajlamos vagyok elhinni. Tehát elhiszed. Igen. Mm-hmm. Van ez a film, ez az ördögűzés Emily Rose ügyvéért. Ez is például egy ilyen megtörtént esetet dolgoz fel, és így hát elég a címe alapján nem biztos, hogy egyedül néznéd meg péntek estén, ördögűzés Emily Rose kedvéért. Nem egy horrorfilm, tehát hogy pont az a lényeg az egésznek, hogy egy hiteles sztoriról van szó. De mi a hiteles benne, ahogy kiűzték annak idején Emily Rose-ból az a kiűzés, illetve maga az eset is, ami megtörtént. Igen, Emily Rose lehet, hogy szegény epilepsziás volt, nem? Csak nem ismerték fel, azt közben meg ott ment a... Ment az ördögűzés, igen. Többen írják egyébként, hogy akik ismerik, vagy hallottak Ferikéről a környezetében laktak, hogy később újra megszállta a sátán, és aztán benne is maradt. De én például belegondolok, hogy mit meg nem tettem volna annak idén egy mountain bike-ért, vagy egy favoritért. Például takarékvégeket gyűjtöttem, meg hasonlók, de hogy ez az ördög megszálljon, hogy ezt eljátszam, és így játszam el, ahogy ez a kisrác eljátszotta, hát ez is kell egyfajta. Nekem a mountain bike még már nem. Mert hogy akkor én már nagyobb voltam, és ez nem volt, hanem a BMX. Tehát az én korszakomat a BMX határozta meg. Akkor még mountain bike-ok nem voltak. De én is mindent megtettem. Olyan ráadásul ugye Nicole Kidman-nel a BMX banditák. Uh-huh. Ugye az ausztrál film. Ez a klasszik magyar tök morzsolós. Igen. Amire ugye a menőbek már föl tudtak tenni ilyen két ilyen csövet, amire rá tudtál állni, és azon tudtál gyakorlatozni. Igen, Gengelynél volt. Igen, de volt a gagyi BMX, ami tizen akárhány ezer volt, világos kék gumia volt, és az egésznek ilyen nagyon-nagyon csicsás volt a színezése. És ilyen és a teljesen lehetetlenek. Az alteset védelmére tökéletesen alkalmatlan, ilyen fel... tépőzározható, ilyen kis szivacs hengerek voltak a vázon. Igen, nem értetted, hogy az miért van, nem tudtad. És semmitől nem védett meg. És a gumi, ahogy kinézett azok a kis szálkák, ahogy ott kiálltak belőle, és kék színű volt, és ilyen terep fokozatú gumia volt, tudod, ilyen barázdás. És két-három ugratás után mindegyiknek eltört a villája.
Mindegyik tönkre mennyi, meg nem volt jó, meg ezek még nem is PC-en nagyon ugratós BMX-ek voltak, ezek csak az a hagyományos. És hogy én mennyi mindenkinek írtam levelet, meg mennyi rokon, meg Jézuska, látod, meg Mikulás. Tudom, hogy csak az ördög kellett volna, hogy megszálljon. Jézuska, Mikulás pártitkár. Mindenkinek, gyerekek. És nem is lett meg aztán, nem volt pénzünk rá. Tehát, hogy nem tudták a szüleim megvenni nekem azt a BMX-et. Neked, Monti? Nem, favorit. Favorit volt favorit. Az álom? Hát beértem volna egy Sputnikkal is, annak idején. Az arra már nem emlékszem, hogy ez melyik de az volt. Is nagy, hát ez hát a ruszki ilyen, hogy országúti versenykerékpár, abból, amit érdemes volt átvenni, az egyedül a kormánya volt, mert az alumínium volt. Az könnyebb volt, mint például a csepeleken. De hogy még egy Sputnikkal is beértem volna, de azt nem kaptam, aztán később, amikor már kicsit lefutott, már nem érdekelt annyira, akkor kaptam meg a favót. Szerintem ezek a be nem teljesült álmok valahogy jobban megmaradnak. Nem? Tehát azért maradt meg ez ennyire, mert hogy vágytál rá, és nem is érted el. Nem? És azért lettél ilyen, most nehogy ezzel kezd, mert nem kaptál annak idején mountain bike-ot, azért vagy most. Nem feltétlenül, csak arra gondolok, hogy ha megkapod, akkor valószínű, hogy nem marad ilyen jellegzetesen meg benned. Nem? Minden gyereknek van egy baba, egy autó, bármi. Neked mi volt, Feri? Egy új böllépkés, persze. Vagy egy böllépkés. Igen, de azt vagy... már csak 18 fölött adják nálunk. Nem, az egy a új... férfivá válásnak. Mi volt, hogy... Egy pár új gumicsizma. Az mindig volt. Hogy valaki, kimenni, valaki futballozzon veled a grundon? Vagy igen, neked mi volt? Az igen. Nekem nem lehetett, anyám nem engedte ezeket a sporttevékenységeket. Mert drága volt a szemüveged. Há, persze. De nem úgy volt, hogy ti ilyen bélbelsővel vartátok a focilabdát? Nem azt mondta? Nem, azzal is lehet focizni. Töltöttétek mindenféle ételmaradékkal, bevartátok. Igen, és szőlőkaró volt a kapu. Szőlőkaró volt a kapu. És zilgumival mentek le a tóra. Csak ezen egy gyerekkorban nem volt valamilyen, amire így nagyon vágytál volna? Semmi? Nem. Minden meg volt? Nem volt meg semmi, de hát nem mertünk ilyeneket álmodni, úgy mountain bike, vagy BMX. Most nem is erre, hogy bármi, mindenkinek a saját szintjén, vagy tehát, hogy van akinek, BMX van akinek. Hát nem hallott hírzálat volt, nem, és nem hallott ezekről a dolgot. Anyád biciklét kölcsön kaptad, azzal egyik oldalra fölakasztottad a gázpalackot, az után töltővel a másik oldalra moslékot. Semmi baj nem volt. Igen. Nem tudtuk nekünk már. Lányoknak... Vagy apád bringáját, és akkor a váz alatt tekertél. Mert ezt rengeteg falusi kisrác nyomta. Igen. Lányoknak volt az a baba, amit lehetett fésülni, megvágni a haját. Ezt tudom, ez egy nagy álom volt. Sokaknak például ez nem sikerült. Igen, sokáig nem lehetett vágni a haját. Hát sokat nem vágtál, de egy kicsit bele tudtál vágni a hajába, tudtad fésülni, és aki ilyen cserélhető feje volt, vagy tudtál hozzá póthajat venni, vagy mit tudom én. Hát az is akkor nagyon-nagyon nagy szám volt, igen. Hát igen, nekem tényleg nem a sziszváltós Monti, hanem a HVZ váltós Sputnik. De az a sziszváltós Monti, ez kb. 10 évvel később. Hát ez így sziszváltós Monti, akkor én már 20 éves voltam. 17 évesen jöttek be a sziszváltós Monti, hát akkor te 24 éves voltál. Akkor azért, hogy oké, nem a sziszváltós, de azért mondom, hogy az egy túl modern dolog. Járogattunk, akkor volt felénk is egy-két jobb kerékpárszerelő, és ott ki voltak rakva mindenféle plakátok, és akkor nyilván bementünk javítatni a mi kis cuccainkat, meg összerakadni valamilyen akármilyen szedetvedett biciklit, de azért fönn voltak a falon a képek Francesco Moserről, meg a Campagnolo cégnek a termékeiről, és akkor így nézegetett, és akkor úristen, ára jól lenne. Olyan nincs. Hú, egy Campagnolo váltó, vagy legalább egy triplex, ami tőlük nyúlt a dizájnt. Jaj, de jó lenne. Aztán fogtad, és akkor hazatoltad a kis bringába. Hát és a régi versenybringán úgy váltottál, hogy kellett keresgélni, hogy körülbelül hol áll jól a izé. Hát az váltóvázas volt, persze. A váltón volt a váz lent. Igen, tehát alul. Ugye nem voltak ezek a kormányváltók, hanem alul nyúltál, és alul váltottál a vázon. Hát mint hogy nekem egyébként a favon ilyen is van. Még mindig? Persze. Már nem ezeket persze, a kormányváltókat csinálják? Nem. Hát nekem a régi klasszik van. Tehát, hogy azon nincsen változás ahhoz képest. Az ugyanúgy lent a vázon? Aha. Persze. Te jó Isten. Hát a cseh, ugye a favorit? Igen. A cseh ipar remeke. De jó is volt. Na, az például, az nálunk egy se volt a faluban. Tehát, hogy nem lehetett beszerezni. Szörnyen menőnek Csepel számított. Csepel versenykeród volt, ha valakinek lett volna egy olyanja, kész. Hát a Csepel az, mert a tacskó, szerintem ti tacskóval nyomtátok, nem? Tacskó, emlékszel? Két vékony ízű váz ment át. Igen, meg a Harley kormány. Igen. Tehát ugye, ami kicsit ilyen kifelé velő Harley kormányod volt. Összecsukatos kemping. Nekünk még az összecsukatos kemping az menő volt. Ez sok helyen nem volt nektek? Nem. Azt ugye középen hajtottad félbe, és ilyen világos kék színűre festették őket. Tehát legalább lesz nekünk világos kék. Igen, volt. De volt belőle ilyen sárgás is, vagy ilyen, tehát igazából nem az igazi sárga volt, hanem ilyen krémesebb színű, ilyen kicsit ilyen okkeresebb. Nagyon furán nézett ki. Voltak ott jók, meg voltak a pannoniák. Volt például agyváltós pannonia, ami háromsebességes volt, iszonyatosan menőnek számított. Na, és azon például, ha jól emlékszem, azon kormányváltó volt, ami akkor egy hihetetlen nagy dolog volt.
szörnyen menő volt. A markolattal tudtál állászolgatni rajta. Na igen. Na mindegy, ezek a be nem teljesült vágyak szerintem jobbak. Valahogy jobban megmarad. Hát jobban megmarad. Megkaptad volna, megkapod, megunod, nem? És nem úgy gondolsz vissza rá, hogy úristen, mennyire szerettél volna egy olyat. Amit én mindig szerettem volna, és szerintem a mai napig örülnék neki. Barátok. Illetve barátok például, igen. Barátok, nagymellű, alacsony, kubai segű, szőke lányok. Kubai de... segű, jamaikai fejű. Igen, brazil lábú. Ez a Brooks nyereg volt. Na ez ami, már nagyon spéci, ezeket egy, nem tudom. Ami egy marhabőr nyereg volt, és részszegecsekkel volt oldalt. És ezt így hívják, Brooks. És egy Brooks. Azt mondták róla, ez lehet, hogy csak egy legenda volt, hogy egy ilyet az ember egy életre vásárol magának. Hogy tényleg ez egy kicsit idomul az embernek a farpofáihoz, és akkor azáltal törik be, azáltal válik ideálissá, hogy te tekersz rajta nem tudom hány ezer kilométer. Viszont és ez gyönyörű volt. Ezt nyúlta egyébként annak idején a favorit is a saját marhabőr nyeregével, amit viszont nem formára ültél, hanem szétültél. És egy idő után kilapult. Igen. BMX 4050 forint volt, a Camping 2600, Kalocsán a Duna áruházban. Ott sírtam a BMX-ért, soha nem kaptam meg, írja Misi. Igen. Balázs, amiről te beszélsz, a világos ki gumis tépőzáros BMX, az a magyar Csepel BMX volt egyébként, tényleg a lehető legstrapabíróbb, legjobb minőségű BMX. Lehet, akkor az jó volt? Csak nem emlékszem, hogy milyen minőség volt, csak arra emlékszem, hogy világos kék tépőzáros. Lehet, hogy Csepel BMX volt, nem tudom. Hát azok a biciklik, amikre én emlékszem, és voltak ismerőseimnek, egy-kettőnek csak, azok ilyen romá heggesztett villájú BMX-ek voltak. Tehát, hogy két hetente törték el. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Vajon hány olyan szó van Magyarországon, amit mi egyébként rosszul mondunk? Tehát, hogy nem úgy kell mondani, mint az eredetit. Mert egy kutatás szerint egyébként ugye a magyarok kigúnyolják azt, aki rosszul mondja egy-egy márkanevet, míg az angolok angolosan, a németek németesen, tehát senki nem törekedik arra, hogy kimondjon különböző márkaneveket. De mi valahogy mindig mindent helyesen akarunk mondani, igen. Nem? Hát, vagy amit helyesnek gondolunk. Vagy amit helyesnek gondolunk, igen. Én helyesnek akarom, de sokszor nem mondom helyesen. Ez egyik ilyen klasszikus sztori, ami ezzel kapcsolatban, amikor kiszakadtam nyugatra, Nyugat-Berlinbe, és akkor megálltam egy ilyen kis éjjel-nappalivat nézegettem, és én nagyon menőn akartam szólni az egyik haveromnak, hogy nézzel, Jacobs kávé. Konkrétan kiröhögtek. Jacobs. Álltak mellettem ilyet, és fogtak. Nézd, a hülye röhögtek. Nagyon jó. És a jó tájékozottságodokán hangosan mondtad. De hát persze, nem. Hát hogy érted, itt vannak a magyarok, de hogy egyébként ők sem szakadtak le annyira a virágtól. Ők tudják egyébként, hogy miről szól a nyugat. Amikor ezek bejöttek, szerintem ezek a Lidl, Ocean, én az Ocean, vagy az Ocean, azt én évekig Ocean-nek mondtam. Mint egyébként szerintem mindenki, és át kellett állnom tudatosan a közlekedési érjek miatt, hogy az Ocean mellett, hogy az nem Ocean. Hát nem? Meddig mondta az egész ország például azt, hogy Sanyó? Nem? Igen. Hát mert az, na mondjuk az úgy van írva, azért az hadd védjen meg. Végül is igaz. A Sanyónak igen, van írva. De a Sonyt azt nem mondta senki, soha a Sonynak. Sonynak? Az igaz, mert ez hülye hangzik. De a Sanyó az így épült be. A Sanyó sokáig mondta Sanyónak? Nagyon sokáig. Mindenki úgy mondta. Nagyon te sokáig. Te tudta rögtön? Én nem, mi össze-vissza találgattunk. Tehát mondtuk Sanyónak, Szanyónak, Szaniónak, mindennek mondta. De mi az eredeti? Mi a helyes? Mi a helyes? Szanyó. Szanyó. Szanyó? Nem, Szanyó. Szanyó? Szanyó, mert hogy ugye japán, nem angol. De most ezt csak gondolod, vagy tényleg Szanyó? Voltál hát, már japánban? Vagy csak japánosan na? Most? Nem voltál. Egyébként most megfogtál. Na azért mondom, mert ez blöffszagú volt kicsit, hogy Szanyó. Megkérdeztem már valaha egy japánt, hogy ők valóban így mondják-e? Tehát ott van a Levi's. Mikor bejött, figyelj, az Levi's, Levi's, Levi's. Louis. Louis. Én is hallottam. Louis-nak hallottad a Levi's. Azt mondjuk, nem tudom, hogy rakta össze a polgár, de jó volt. Gyerek, Louis. Olyan Louis gatyám van, te megőrülsz. Piros címkés Louis gatya. Mivel a set-top boxot írják sokan, hogy na azt is, azt még mindig nagyon sokan mondják. Én is egyébként set-top boxnak mondom, mert egyszerűbb kiejteni. Minek mondod? Én set-top boxnak. Set-top? Igen, mert a set-top box az sokkal nehezebb kiejteni. Hogy mondod? Septobox. Én így mondom, de én direkt átmegyek. Septobox. De ugye ezt úgy jelent, hogy set-top-box. De septobox. Set-top-box. Hát próbáld ki meg egy set-top-box. Hát ez... de nyomd egybe a két egy set-top-box. Septobox. Nem septop, set-top. Na és amikor bejött a Jüszkár ruháznak, képzeld el az mi lehetett. Ja, Jisk. Melyik? Az a Jisk. Jisk. Ugye J-Y-S-K. Na az hogy mondta a legtöbb magyar? Ott mekkora szárnyalás lehetett, nem? Gyere már, anyu, menj már ide, Jiskbe. A Jiskbe. Menj már Jiskbe. Menj már Jiskbe.
De az most mi Jusknek helyesen mondjuk? Mi még mindig Jusknek mondjuk. Minek mondod? Jusknek. Jusknek. Persze. És az könnyű is kimondani az eszmélyet. Fia, ha azt mondanám, ott, hogy mondod, akkor nem értenék. Nem tudom, hogy mondj, menj már Juskbe. Igen. Ez nagyon jó. Én a Dreherről hallottam, egyszerűen nem akartam elni, a Dreher. Az, ez halál komolyan. Az halálosan komolyan. Adj egy Dreher. Ez az, amikor nagyon menő akart lenni. Szerintem, ugye? Amikor nagyon buta vagy inkább. Ha megittam két Dreher-t, azért az... Tessék, Euronix-et ki hányféleképpen mondja szerinted? Euronics-nek mondják. Igen. Nagyon... Igen. Euronics? Euronics. 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 Irány a Euronics, gyerekek. Na, megy már Euronicsba. Mit? Hova? Hát a Euronicsba. Vegyünk már tévét. De előtt tegyünk alól egy Pepsi-t. A Saridont hogy mondod? Saridon? Az, hogy akkor bekapok egy Saridon. Anyám a Deichmann Dickmannnak mondta, a párom nagymamája Dutchmannnak. A Giroszt nagyon sok ilyen Szabolcsban azt írja, hogy hallgató, hogy Gyrosznak mondják. Gyrosz. Azért az is kemény, amikor valaki a Sepultúrat Szipálcsörnek mondta. Igen. Ami nekem nagyon tetszik, amit Anita ír, hogy az egyik haverja, az egyik szórakozója ilyen mojitót kért. Na, ő azért ultra. Azért az. Mojito. Hát tudod, egy tudod mojito. Hányszor hallottam, amikor... Hogy? Nem is, akkor legyen kettő. Igen. Mojito. Ennél mondok durvábbat. Nekem van ismerősöm, aki évekig azt mondta, hogy kérek két Long Island koktélt. Lanizanó. Testvérem, hát azért ez mondjuk már Long Island-nek, szóval nem akkora dolog. Értem, hogy nem kell egy angol középfognak neki futni. Ne arra ugye két Long Island-ot kérek. És akkor abba osz. Tudod, hogy a pincér így körbenézed, mondom Long Island, ne törődj vele, mindegy kicsit tuskó haverom 10 éve. Long Island. Nagyon nagyot akarsz vakítani. És azt mondod, hogy mit iszol kicsim? Há, jó, 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 oké. Okay. Hát. Egyet nekem, egyet a barátunknak, két Long Island-ot kérek. Best of Morning Show. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Hallottátok ezt a történetet a Börzsönyben kint éjszakázó édesapa a két gyerekével? Mínusz nem tudom hány fokban a vaksötét kellős közepén bolyongtak egyébként a Börzsönyben, és órákon át diderektek a mínusz 10 fokban, úgyhogy körülbelül kiderült, egyébként 200 méterre vannak attól a vendégháztól, ahova vagy elindultak, vagy kerestek, vagy nem jutottak el odáig. Szegények. És kint éjszakáztak. Hála Istennek, jó a sztori, mert ugye mindenki megmarad, de ha most ez a kis túra a mínusz 10-ben, a napközbeni mínusz 10-ben zajlik, akkor azért már neccesebb a történet. Hát picit benézték itt-ott. Mm. Tehát több pont van egyébként ebben a sztoriban, ahol ők elnézték a vonalat. Tavaly volt egy olyan eset, hogy a Magyar Honvédség az egyik ilyen hétvégén kis túlélő összeröffenését lefújta az időjárás miatt. Mert hogy hideg volt ahhoz, hogy túlélő. Vagy hívják a túlélő versenyt. Az nem játékot fönt a Börzsönyben, igen. Vasárnap vágtak neki az erdőnek egy palack vízzel, és azért, hogy a hétvégét túrázással töltsék. Király létnél letették a kocsijukat, és bevetették magukat a sűrűbe, hogy akkor indul a túrázás. És estig nem kerültek elő, a gyerekek édesanyja felkereste a közeli turistaházat, de kiderült, hogy nincsenek ott. És hát mama elkezdett gyanakodni, hogy valami nem stimmel. Térerő zéro, nyilván. Térerő semmi, nem volt náluk lámpa, nem volt náluk semmi, és értesítették a rendőröket, a katasztrófa védőket. Helyi vadászok is bekapcsolódtak a keresésbe, és azért nem találták meg őket egyébként, mert folyamatosan mozgásba voltak. Tehát a csoport kereste őket, aha, a család ugye meg folyamatosan jött-ment, megpróbálták megtalálni a kiutat. De hogy azért elgondolkoztam, hogy ott vagy, nem tudom mekkorák a gyerekek, hát nyilván tizenévesek, mert olyan nagy túrára egy 5 éves azért nem indulsz el, nem? Hát egy éjszakaira nem. Egy éjszakaira nem biztos. Bár ők se arra indultak. Bár igen, nem ez volt a cél. Mentek szegények. De hogy mit tud összeszedni az ember egy ilyen túlélő műsorból, hogy mondjuk két 10 évessel mínusz 8 fokba túléld az éjszakát? Tehát mit kell csinálni? Próbáljuk magunkat beleképzelni a helyzetben, hogy például folyamatosan mozgásba vagy, ezt vagy bevackolod magad, és ásol egy lyukat, bevermeled magad, és betemeted a gyereket, meg mellé fekszel. Ja, én ezt csinálnám. Tehát én azt csinálnám, hogy oké, eltévedtünk, ásunk,
belefekszünk, és melegítjük egymást. Mibe fekszel bele? Meséljél már. Most próbálok, nem tudom, laikusként. Hát, ha együtt tévednénk el, akkor ugye ott van Feri kabátja, a Ferit megeszünk, a kabáttal betakarózunk. Én feladnám ugye a vegetáriánus életmódomat, hogy túléljem. Hát az erdőben találsz a Ferit azonnal megenni. A menedéképítés az az első mindig. Tehát én mindig menedéket kell építeni igen. először? Erre a megevésre csak annyit, hogy az egyetlen, aki el tudom saját magam készíteni ármunk közül. Mondjuk az is igaz. Ugye? Feri, elkészítenéd a bal karodat? Na ugye, hogy építesz menedéket? Tehát ugye folyamatosan mozgásban lenni nyilván nem jó. Tehát megpróbáld a gyereket meggyőzni arról, hogy akkor vackoljuk be magunkat valahova, nem? Hát a keresés szempontjából nem jó, viszont ugye a kihűlés szempontjából meg jó, ha mész. Tehát, hogy addig ugye melegszik a szemben. A nagyobb mész nagyon elfáradt szerintem, és ha nagyon elfáradsz, jobban kihűlsz. Aha. Én keresnék egy ilyen kis bemélyedést a földbe. A két szakifő, ugye? A földbe, és akkor afölé ágakból barkácsolnék egy... Na de egy... hogy? Nincs állatkés. Nem elkezded letördelni az ágakat? Mit csinálsz? Ők nem voltak túlrutinos túrázók, hogyha ezek a dolgok nem voltak náluk. Tehát, hogy egy elemlámpa meg egy kés, azért azok alapvető, meg tűzgyújtó eszközök, azok alapvető dolgok, hogyha az ember mondjuk hosszabb túrákra megy, mondjuk ők nem így tervezték. Igen, valószínűleg volt náluk valamiféle kis térkép, lehet, hogy a fater azt mondja, hogy úgyis, mint a tenyerem, a környék, a gyerekek, érted, bármikor rájutok A-ból B, hol vagyunk Istenem. Igen, de gondold el, hogy ez a dolog onnan indul, hogy egyszer csak két gyerekkel rájössz, hogy eltévedtél. És lehet, hogy nem fogsz kijutni az éjszaka az erdőből. Nem? Most így sokan mondják, hogy át, jó kaland. De amikor az egyik gyerek szól, hogy papa éhes vagyok, a másik gyerek, hogy apuci, nagyon fázom. És elkezdenek sírni, mert mondjuk megijednek, és ott vagy az éjszaka közepén két gyerekkel, azonnantól kezdve lehet mondani, hogy nem vicces. Én azt mondtam volna, a humorfaktor ebben viszonylag az egyik viszonylag éhes, a másikuk pedig fázik, akkor vegye példát róla, ő például nem éhes. Vegye példát róla, ő nem például nem fázik. Merítsetek erőt egymásból. Oké, nézzük. Ott vagy két gyerekkel. Nincs nálad semmi. Elkezdesz késsel kiásni egy gödröt? Nincs késsel. Nem. De akkor azt mondom, kézzel bocsánat, igen. Tehát lekaparod, mit csinál, fölmászol egy fára a vadak elől? Nem, megtisztítasz magadnak egy területet az avartól, mondjuk egy a hogy fa mellett közvetlenül, igen, hogy nehogy, igen, igen. Elsepergetek ott, hogy mit csinál? Az avart nem szeded, de hát azon fekszel, az puha meg, meleg az avart. Ne, hát a legtöbb esetben ez mondjuk így, és meg jobb, hogyha ott tiszta, és nincs alattad semmi. Nem valamilyen nyírkos fágokra, vagy nyírkos levelekre. Nyírkos föld jobb. Hát szerintem jobb. Igen? Igen jobb. És hogyha oda fekszem, és magam mellé húzom a két gyereket, most melegítjük egymást. Most induljunk ki az őszből, meg a télből, tehát hogy ha viszont nyár van, akkor persze, akkor alapvetően neked kell építeni mindenképpen egy menedéket, azt meg tudod oldani mindenféle ágakból, amiket letörögetsz itt, ott, ott. Mi van, ha felmászom egy fára? Lehet, hát akkor, szerintem ezt vessük el. Nincs olyan van, amitől félned két az erdőben. Benne valahogy az, hogy a két gyereket föl a fára, tudod, gyerekek, nem mozduljatok, apátok elment vadászni. És megpróbálod a vadat becserkészni, nyilván nem. Szóval eltakarítom az avart, és... És akkor megpróbálsz ilyen nagyobb gajakból, meg ágakból egy ilyen kis esővédőt, vagy esőfogot építeni valamelyik fa köré. Oké, nézzük meg most jelen pillanat, kinek mi van a zsebében. Tessék, tehát hogy ott vagy mondjuk, én körbe így indulni kell túrázni. Ja, kapucnis pulóver van rajtam, egy farmer, egy túrabakancs, én pont jó túrázós vagyok. Tehát én így végig. Nagyobb összegű készpénz, de az nem jó. Van nálam KP, meg vagyok vele lőve. Elnézés, szobapincér. A tűzrakáshoz jól jöhet. Jó, akkor oké. Na, megcsináljuk. A tűzrakáshoz jól jöhet, mert hogy ugye oda, hogyha sikerül tüzet csiholnunk, akkor a parazsat, illetve a parazssal majd meg lehet gyújtani a te 5000-eseidet. Oké, okay. Ezres van nálam, meg pár 500-as. Van nálam egy zselészaloncukor. Papír. Egy zselészaloncukor papír. Ezt ma reggel találtam, és elfogyasztottam egyébként. Bűnöztem egy kicsit. Hát csak ide. A zselészaloncukor? Az jelzésre. Leginkább állatokat megmérgezni sajnos. Mármint a beltartalmat illetően. Kitekered a belső részét, ami fényes, ha fölmászol egy fa tetejére, történetesen süt a nap, akkor ezzel jeleket adni a téged keresek. Nézd már meg, hát csillog. De mi van akkor belőle, ha kiharapom az SOS-t és lerakom, hogy a nap megsüsse, és akkor... Nagyon jó vagy. Jó, és ha úgy rakod ki, akkor ez felvetíti a felhőkre nagyban. Ez arra lesz jó, hogy majd mondjuk, amikor már nagyon-nagyon kész vagyunk, akkor elővesszük a szaloncukros csomagolást, elkezdjük nézegetni, a karácsony, ettől elkezdünk majd sírni, zokogni, gondolok az otthoniakra, és az okokástól felmelegszünk. Igen. Jó, de jó volt a karácsony. Jó. Oké, ott vagy két gyerekkel. Meleget kell csinálnod, ugye?
nem biztos, hogy megtalálnak, túlélhető az éjszaka, tehát itt azért nem arról az, hogy a Himalájába tévedtek el, és az, hogy hónapokig, valószínűleg gondolt, hogy reggel megtalálnak. De mégis mínusz 8 fok van, sanszos, hogy ki tudsz hűlni. Nem? Igen, két gyerek igen. Nagyon könnyű. Ezért középre kell feküdni, hogy a két gyerek melegítsen hozzá. De most tényleg mi van? Komolyan le kell feküdnem utána megtisztított területre, és magamhoz ölelni a két gyereket, és egymás hőjét bent tartani? Igen. Na de hát pont ezért kéne egy kis zugot csinálnod valamit. Én ezért mondtam, hogy egy olyan bemélyedést kell keresni, mert a medve is úgy éli túl a telet, hogy begubózik egy ilyen hát kis igen, de a medve előtte azért fogyaszt egy sokat két ez, dolgot. Igen, de hogy a saját hőjével fölmelegíti egy picit azt a bizonyos ízét. Hát a hó... Ráadásul te is tudod, hogy a hideg levegő megtölti ezeket a vermeket. Tehát ott sokkal hidegebb lesz, mint hogyha... Te mint a kifekszel mi, mi van akkor, ha összegyűjtök kis köveket? Lerakom a két gyereket valahol. És építesz egy menedékházat. Lerakom a két gyereket valahol, és mint Jancsi és Juliska, 10 méterenként eldobok egy követ, és azt mondom a gyerekeknek, hogy nem mozduljanak. Az nem jó, mert akkor már két gyereket is elvesztetted. Ez nem jó. Megpróbálok valahol térerőt keresni, ha mondjuk nem lemerült a telefonom, csak nincs térerő. Vagy megnézem, hogy merre van észak, és elindulok abba az irányba teljesen egyenesen. Hát, hogyha van telefonod, lemerült, vagy nem volt térerő. Tehát benne az erdőben nem volt. De akkor már jó is vagy egyébként, mert ha van egy telefonod, hát meg egy késed, akkor a telefonnak az aksiával, meg egy késsel tüzet csinálni. Persze, a telefonnak az aksiával, meg a késsel? Igen. Hogy? Szétvágod az aksit. Akkor abból hogy hívják? Na, vegyed elő a telefonod. Zárlat lesz, és hát most komolyát fog vetni. Ha nem lenne ilyen drága, most magam, ha most csinálsz tüzet az aksiból... most odaadom cashbe a telefonod árát, és csináljunk belőle tüzet. Egy régi ilyen 1000 éves valamit használsz, azért nem kár. Rohadtul nem adom oda, hogy szétvágjuk. Na, de. Tessék, csinálj nekem tüzet. Hogy van? Ezt láttam a Bear Grylls-nél. Várjál, szétvágod az aksit. A késsel szétvágod az aksit, igen. És ezzel zárlatot okozol. Emlékeim szerint. Ezt egyszer tudjuk eljátszani, megy mobilunkon. Apa, mit csinálsz? Még van benne téren, de fölhívhatnánk anyát. Nyugi, apát tüzet csinál. Apa, megcsinál. Igen. Apa, most már se tűz, se telefon, semmi. Ez nem lenne túl de sikeres. De anya most hív. Majd bejövök. De már szétvágó látta a Bear Grylls-től, így kell csinálni. Ha hárman tévednénk el, megmondanám, mi lenne a szereposztás. Te tüzet csinálsz. Feri elkészíti, én meg, aki reflexzíjjal elég sokat lőttem régen, én azt mondom, hogy maradjatok itt a feneketeken, semmi idegeskedés. És mesélek arról, ha lenne most egy reflexzíj. Semmi idegeskedés, tessék, mindenki nyugodjon le egy kicsit, Balázs elment vadászni. De csinálnék egy ilyat, csinálnék. Ah, de miből? Hát egy köteled nincs, ami idegnek jó. Igen, elszakadt az ideg, eltört a fa, ez van, srácok. Fűzfa vesző. Jani, kész van a menedék? Kész van, van is, hol a kocsim, az iskoláját már valaki mentsen már ki. Fűzfa vesző, találnék egy ilyen kis jó kis szép fűzfágat, megcsinálom az ideget, fölhúroznám. Egy óra múlva ott lenne a nyúl, aha, kilehelve, az a lelkecskét. Ott. Te már fúszhatnád nyársra. Hát igen. Utána meg is sütnénk. És miből készítették annak idén a legjobb minőségi idegeket? Például bélből. Kinek van a legtöbb belehármunk? De akkor megint kicsinálja meg a nyulat. Bocs, Feri, látok egy nagyon-nagyon szép nyulat, le akarom lőni, de kéne egy kis ideg, úgyhogy felvágnám a beledet, hogy tudjak belőle ideget csinálni. Ja, hát nézd, Feri, fadd mangalicák! Én mindig mozgom. Hol lehet a vékony bele? Jani, szerintem egy hétig nem jutunk ki, menjünk rá pufira. Mondjuk figyeld, az Életben maradtak című filmben is, ugye az argentin rögbi csapat előbb-utóbb kénytelen volt megenni egymást. Remélem hármunk közül azért, hogy tudod, hogy neked bánná a bal lábad legelőször. De miért is? Jani, alszol már! Fél kicsit fázok, tudnám még szerezni rőzsét. Addig vigyázok a menedékre. Na, Bear Grylls azt is elmondta, hogy fogj egy kígyót, hámozd meg, vagy mit csinálj vele? Igen, ez a jó kifejezés. Igen, húzd le. Vagy igen, a kígyóborkát meg nyúzd meg. Bőrözd meg, nyúzd meg, pisi bele, és van egy kulacsod. Tök jó. Teljesen reális, nem? Nyilván aha. Az első gondolatom az lesz, hogy aha, hát mibe fogok belepisélni? Ho-ho, ott egy csörgő kígyó. Hopp, elkapom, gyorsan meghámozom. Na, már is kész van a kulacs. És azt is mondta ugye, hogy lítium ionos aksiba, amit te mondtál. Beledugom, utána megnyúzom, vagy fordítva. Na mindegy, beledugom most. Én rakom bele. Igen. A lítium ionos aksiból csinált ő tüzet, ugye? Igen. Hogy csinálta? Hát egyszerűen belevágta a kését. Belevágta a kését. Belevágta a kését, és valami kis száraz mohát gyűjtött, amit sikerült meggyújtania. Papírdarabot nyilván nem lehet vele meggyújtani, de hogyha együtt megyünk, akkor majd arra mindenképpen figyelek, hogy pont a nehéz napokon megyünk, akkor meg van nálad ott. És akkor tudod, hogy nagyon hisztis vagyok, úgyhogy azt nem annyira szeretem. Gyerekek, nekem ez a Bear Grylls úgyis több szempontból gyanús. Kést ide. Van egy régi telefonod, most ne bánjad. De régi, de jó. De jó, hát de nem a telefonodat akarom tönkretenni, csak az aksidat. Ne sajnál. Na de mi van, ha van térerő? De nincs térerő. Kést ide.
Figyelj, utána buktassuk már ezt a belőle. Micsoda? Egy utángyártott. Vendégem vagy Jaksira. Na, ha szikrázik, kifizeted. Jó, ha nem szikrázik, akkor okay. Ezt is begyártam. Tehát Bear Grylls azt mondta, hogy ha van nála egy litiumos aksi, belevágsz egy kést, az szikrázik. Na, van késünk? Várjál, hozunk egy kést. Van kés, szerintem itt a száríton. Mi nálad nincs kés? Mit? Hogyne volna? Hogy nincs kés? Van, de most a kis pici van nálam. És a szikra az mit csinál? A szikra nem tud tüzet hát, gyújtani. De a szikra meggyújtja a kis mohát, a száraz mohát, amit váltettél. A száraz moha elkezd égni, arra vékony ágakat veszel gyorsan, majd adsz majd egy tincset a sérodba. Na, lekapcsoltuk a lámpát, ez egyébként így hangulatos. Tessék, ha csinálsz 5 darab szikrát a vendégem vagy a zaksira. Nézzétek, remélem, nem ég le a kezem. És ő azt mondta, hogy nyilván leég. Mit vágjál bele, ha nincs nálad kés? A Bear Grylls nem mondta, hogy mindenkinek van egy kés automatikusan? Igen, éles nyelvedet. Az itt teljesen egyértelmű, hogy van nálad nem, egy kés. Nem, kés, nem. Hát ez alapvető, tehát egy túrázó nem menjen sehova kés nélkül. Hát de már kés is van nálam, mert jó túrázó vagyok, akkor már tűzcsiholó eszköz is van nálam. Ja, igen, meg egy, hogy hívják, meg egy négykerék meghajtású quad is. Igen, és a kedvenc lovam is ott van velem, nehogy valami nagy baj történjen. Jó, csinálunk belőle videót, leszettük az aksit. Igen. Egy rohadmányos szikrát. Ja, bárja, nem volt hiteles. Igen. apa, ez már nem vicces, csinálj szikrát. Jó, én vagyok a gyerek, mondott, hogy legalább lesz egy kis tűzijáték, hogy megnyugodjak. Jó, látod, hogy sírok, apa szikrázni fog. Apa, mit csinálsz? Ferének tök jó védettsége van, van egy védőszemüveg. Én már látom, hogy az első egyetlen szikra jön ki, és az a bal szemembe fog battalni. Az nem baj, mert kiesik a szemed, én meg is eszem, mert az fehérje. Apa, ez már nem vicces, mi történt a szemeddel? Jó? Tehát mit csinálsz? Mindegy, melyik oldalába nyomod bele? Szerintem az teljesen mindegy. Gyerekek, azért azért, mert egy tévében van egy csávó, ne higgyetek el neki mindent. Biztos, hogy egy rohadt szikra nem lesz ebből. Na, várjatok. Mindent benyaltok. Hülye, mit csinálsz most? Tönkre teszi a telefonját. Imádom, hogy beáltozod a telefonodat, mármint az aksidat. Na. Na most mitől félsz? Oké, videózunk. Most mit csinálsz? Jani, annyit mondok, hogy figyelj ide, ha nem szúrod meg jól, akkor lecsúszik és combon szúrod magad. Tehát, de mit fogsz elvérezni? Én elvágok a combon egy artériát és elvérzem. Tehát arra figyelj, hogy vagy jól szúrd meg, vagy állj arra, ha megcsúszik azon az aksin, akkor belecsúszik a lábadba, csak mondom. Tudom, hogy rutinos vagy ebben, csak én már szúrtam itt combon magam. Annyit tegyétek meg, hogyha majd ha ez így történik és elmennék, akkor tényleg dobjátok fel a YouTube-ra. Jó, hogy legalább, hogy lányos, majd igazolják, hogy megérte. Ha 1 millió klikkelnek, legalább a YouTube figyelj. Fizessen egy kicsit. Tessék, robbani nem tud? De messziről vág bele, hát úgy nem fog bele. Hát hogyha áttolom, ez nem a sebességtől lesz majd, hogy hívják. Hát gondoltam, hogy nem áttolom, de hát úgy nem fogod tudni átütni. A súrlódástól van a szikra, úgy nem fogod tudni. Hanem zárlatot kell. Zárlatot kell. Jó, tehát ott vagyunk az erdőben, apuci leszette az aksiját. Igen, fogja a kést. Igen. Aha. A kés bele. Kicsit le vagyok túl. De mit, egy főrobban? Nem, attól, hogy két rugós egy ilyen... De mondom, hogy állom, ha egy szikra lesz, állom, a vendégem vagy rá. Na, figyeljetek. Nem utasd, kicsit hátrébb meg a kérés. 3, 2, 1. Aha. Akkor akabó ez a bergőz, gyerekek. Gyere ide. Mit? Hova? Szagolt? Mit? Hát mit a szikra? Szagolt, szagolt. Egy rohadvány szikra nincs benne. Apuci, nagyon fázom. Lesz valami? Apu, mit csinálsz? Mindjárt kész a vacsora, gyerekek. Apuci, kezdtek ideg lenni, ez már nem vicces. Szólj ma anyucinak. Mi lesz? Annyira gagyi ez a kés. Annyira gagyi ez a Bear Grylls. És ő azt mondta, hogy belevágod az aksitba, és lesz szikra. Láttam, ott volt a tévében. Jó, mondjuk az avatárt is láttam, de a felét nem mindenet. Igen, vannak kicsi hobbitok, azért azt se kell elhinni, Jani, nem kell mindent elhinni. Aha. Fíj, és most tedd vissza a telcsibe, szerintem még jó. Sehol. Apa? Apa, jól érzem, hogy ebből még nem gyújtunk tüzet, apa? Semmi gond, kicsen, mindjárt lesz belőle valami. Apa, rohadtul fázom, ez már egyáltalán nem vicces. Mit mondtatok, zapkását kértek? Na. Nagyon ügyes. Ez tök jó, mert te szétbarmoltál egy aksit, nekem ingyen volt, mert nem kell kifizetnem se. Te mehetsz ma aksit venni, és egy büdös szikránk nincsen. Az igen. A baj. Tényleg azt mondtad, hogy tökéletes. Csak akkor fizetsz, ha van szikra. Én mondtam, hogy ha csinálsz szikrát, állom az aksit. A zárlatos akku hője okoz tüzet, nem a szikra. Jani. Meleg? Az viszont van. Meleg? Az milyen marhára meleg. Persze. Mert hogy zárlatos lesz az aksi. Aha. Figyelj, arról a téledre. Mi van? De ez tényleg nagyon meleg. És mert tűzforró. Aha. Mondjuk ettől még nem laktunk jól. Apa. Tényleg. Apa, ettől még nem laktunk jól. Van egy kikér még egy kis aksit. Kikér még egy kis forró aksit. Jó, tehát ezért ez nem olyan egyszerű. Nem mond hülyeséget a Bear Grylls, de azért ebből mire te tüzet raksz? Mi van? Nem, nagyon meleg. Hát ráteszed, most ilyenkor már csak ráteszed a kis mohákat, zuzmókat. És hát onnan még hiányzik egy pár Celsius, hogy egy forró aksi azért tüzet csináljon. Tehát az még azért egy plusz 50. Jó.
Jó. Félig működik, félig nem. Arról tényleg. Na fújjad egy kis papírt, tegyél rá. Na jó, várjál. Nem, mert már gyerekek nincsen benne, már nem tudom. Nem, soha nem gyullad meg. Hát egy radiátorra is rászeszed. Nézd meg, itt van. Gyerekek, ne legyetek ennyire laikusak. Hát azért, mert egy radiátorra is ráteszel egy papírt. Balázska már félrebeszélsz, az éjség elvette az eszed. Az éjség is a hideg. Apa, szarvasokat látok, megsütve. Apa, láttam az erdőben egy szerránó sonkát elmenni. Ferike nagyon szereti, mondd meg neki, hogy fogja meg. Hurka, kolbász, sehol. Jani, csak mondom neked, hogy egy papírdarabot ráteszed a radiátorra, és elkezded fújni, az a papírdarab nem fog meggyulladni. Igen, valami irgalmatlanul forró egyébként. A radiátor is forró, de az még hiányzik pár Celsius, hogy abból tűz legyen. Hát végül is igen. Ilyen alapon a seggemre is rakhatnánk papírdarabokat, az is forró. Füstölt, valami füstölt. Na, fújj meg! Vissza rá. Ott füstöl! Füstöl! Jó, ide jó! Tedd már rá a kis papírt, tegyél rá! Füstöl a papírt! Tegyél rá papírt! Meg tudjuk csinálni, föl tudjuk gyújtani a stúdiót. Apa, tényleg te vagy a legnagyobb! Igaz, gyerekek, igaz! Fújjad, ne füstöl! Kicsit, óvatosan. Fújjad, meg fog gyulladni. Ne nagyon fúj, kicsit fújjad. Visszavonom, amit az előbb mondtam. Viszont akkor logsz 2000-rel a Janinak. A francba. Iskolát. Ennyit nem érdekel. Megúszom. De csak ha tűz van. Na jó. Gyulladj már meg, rohadj meg. Apa, csapja szádra, nem beszélhetsz csúnyán még itt az erdő közepén se. Megmondol a anyának. Sajnál, te hülye gyerek. Örüljé, ha lesz tűz. Úgy beszélek, ahogy akarok, bazeg. Apa, addig mi elmegyünk bujócskázni Ferikével, jó? Figyelj, majd... apa, nagyon szeretünk bujócskázni, majd jövünk. Jó, apa, addig bujócskázunk itt az erdőben. Tudod, apa, a tűzről úgy is megismerünk, visszatalálunk a füstre. Apa, figyeljük majd a lángot, jó, és visszajövünk a fényre. Jó, gyertek. Szia, apa. Addigra kész lesz a vacsi, még valami desszertet is csinálok majd nektek. Keresek nasfóját. Na jó, füstöl, meg vagyunk. Anya, merre vagy? Apa, van egy rossz hírem. Már Ferikét is elvesztettem bujócska közben. Nagyon jó, elbújt. Itt volt az előbb a Ferike, de mondtam neki, hogy ne menjen arra, de elindult. Mondtam neki, hogy hagyja maga után jeleket, rágja le a fák északi oldalát. Egy túlélő tábort ne szervezünk, nem? Ez meg lett volna. Ha van száraz valami avarunk, akkor meg vagyunk a tűzben. Erre azért én még egy túlélő tábort nem indítanék el. Tehát nem sokan fizetnének be. Jó, valami füstöl egyébként a gyerekezőről. Ér túl a börzsönyt Balázzsal. Igen. Nem értem, ez a hajsütővas mindig forró szokott lenni. Nincs itt valahol egy rohadt konnektor? Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megkaptam az első karácsonyi ajándékomat tegnap. Na. Be na. Volt írva a naptáramba. Valaki nem jön el. Hálod Istennek. Be volt mit írva kaptam? A naptáramba már egy hónapja, hogy titkos program. A béka beírta. Na. Én nem nagyon szeretem ezeket, már meséltem nektek az egyetlen egy születésnapi meglepetés bulimat, amikor behívta a barátaimat a lakásunkba. Hazaértünk, és megláttam őket, nagyon fáradt voltam, és mondtam, hogy azt ismerem, tudom. Mit kerestek itt? Szóval jöttünk a szülinapodat megünnepelni. Ja, na jó, van, akkor ígyunk valamit. Tehát én ezt így nem nagyon szeretem. Ezt józanul nem lehet kibírni. Igen, ezt nem lehet kibírni. Fél kettő beülünk a gépjárműbe, elindulunk a belvárosba, fogalma nincs, hova megyünk, megállunk, majd próbálom kiszedni, te mondom, de mégis, hát kint lesz, bent lesz, izé semmi. Megérkezünk, kiszállás, sétálgatunk, aztán megjöttünk, mondom, hova? Fordulj meg. Kérlek szépen, most már egész biztos, hogy nem normális az családom. Tetoválást kaptam karácsonyban. Megbégeztek. Meg. Mint a marhát. Mi ezt mondjuk már, köszi. Már volt egy ilyen tervünk, hogy lesz egy közös, de én ezt úgy nagyon nem gondoltam komolyan. Hát nekünk van már egy tetkunk, gondoltam az elég. Van egy pöttyünk, van igen. Az nem elég igényes neked? Nekem elég, neki nem. Neki nem, tehát neki nem volt elég igényes, és akkor oda bementünk. Hát gyerekek, tehát és mi volt? Könycsepp, vagy szeretlek ica? Nem, szeretlek ica könycseppel. Szeretlek ica könycseppel. Egész hát a sírkő, a sírig együtt béka. Igen, neked már nincs jövőd, csak múltad. Ez az mindegy, hogy mit varadtunk fel, de... Na, hát de nem, de mindegy. Hát az legyen az én titkom. Hát nem már, hát akkor az egész sztori nem szól semmiről. Akkor hagyd találjuk ki. Na jó, tessék, lehet. Ne vonjuk be a hallgatókat, és te szerintem tök jól lenne kitalálnád. Igen, találjátok ki. Találjuk. De akkor végén megmondod. Meg. Szerintem azt varratátok egymásra, hogy örökké. Aha.
Nem? Te ilyen, így benne vagy ebben a nagy ötletelésben? Tehát, hogy ez így szokott szerintem menni? Az örök, én azt nagyon szeretem. Forever me? Tessék? Nem, hogy örökké, az egy nagyon szép szó szerintem. Örökké. Ez tök sokat jelent. Meg ha én varratnék, mondjuk elég a Vikivel, én azt tenném, hogy örökké. Aha. Örökké? Igen, az helyes. Kis kihagyásokkal. Vagy mit tenni? Örökké? Hát. Kicsibe, nem nagyba. Te akkor mit tettél föl? Best of? Persze, meg hogy Edda művek mi is volt. Hajrá, best of. Hát a Hooligans-el közös koncerteteknek a dátumát. Tudom, nem nagy nap lesz. Dátumot, megvan, mit tettem. Dec 27 Sima csarnak. Dec 27 Sima, Andy. És egy Andy arc. Oh. Hú, de nagyon-nagyon izgalmas. Írás vagy kép? Írás. Írás? Képírás. Hm. Lehet, hogy angol, hogy béka, hogy frog. Frog. Igen. Ja, jó. Oh. Igen. Frog ever. Ez marha. Most nagyot alkottam. Így reggel fél hét előtt, rossz. Mint béka, forever és a frog ever. Igen, csak így utána elfogynak azok az emberek, akik még nem látták, és még nem nevettek a poénon, és akkor utána már kínos. De szerintem a frog ever nem rossz. A frog ever tök jó. Frog ever. A következő ez lesz. Szerintem egyébként ebben van lehetőség. Ez nagyon jó, frog ever. Frog ever. Mert hogy ebben benne van az örökké, benne van a béka, és a kettő együtt frog ever. Nem kérek érte pénzt. Nagyon. Tehát, hogy ez most csak így. Jó, de jó, frog. Hát én nem is hadnék, de miért? Ha béka nem mondta, hogy a csajodat, nem mondta, hogy nem lenne rossz. Az örökké és a béka. Nem rossz, de frog ever. A szójáték egy picit, hogy idő után megfárad, hogyha mindig ugyanazt az ember így látja. De így. Nem lát, de hát ez nem, tehát a tetkót nem azért. Rakasd a makodra, nem látod. Na, akkor így már jó. Így már tetszik. A belső bőre. Mert akkor tényleg csak annak az egy, vagy max. Öt embernek szólnak. Igen, a kalapjára, hogy frog, és amikor lehúzod, akkor ever. Igen. Nem a belső bőre. Frog ever. Beteg állat. Frog ever. Nem rossz. Gyerekek, ezért a geszti már egy 10 plusz áfát leszámlálsz, csak mondom. Hát, Ákos még többet. Ákos 13-at, ha a közszolgálatra adja el, úgyhogy... Ez ott már nagyon durva lenne. És akkor az esküvői meghívjunk, meg az lesz, hogy egybe kelünk. Atya úristen. Szerint, ugye, hogy jó. Frogever, egybe kelünk. Szerintem egyre jobbak vagyunk. Gyere, te is az esküvőnkre, egybe kelünk. A jelző Frogever. Tök jó. Én ezzel meg vagyok. Nekem ez nagyon tetszik. Na. Ez neked tényleg nem tetszik a Frogever? Egybe kelünk. Egybe kelünk. De ne, ez így jó. Ez már jó. Látom, a mai nap is jó lesz. Egybe kelünk, nagyon jó. Ezzel meg vagyunk. Egyik, nem ez a tetoválás akkor? Egyik sem? Nem. Jó, írjanak a hallgatók, hát próbáljuk kitalálni. Legyen ez egy ilyen... De most már egy kicsit bánod, hogy nem ez. Hát igen. Hogy nem dumáltatok előtte Balázsra. Másik kezemre fölnyomom. Szerintem a Frogever... A tetováló szalomban már elkezdték, de még csak egy... Még bármi lehet belőle. Mi legyen, Bali? Én egy percet bemondtam volna a Frogever. De jó vagy, ez menő. Sajnálod már, mi, hogy szeretlek, Juci. Az van fönn. Na jó. Csülökpörkölt felirat, kérdezi valaki. Igen, egyébként. Pacalköri. Hát ne, akkor ne találgassatok tovább, tényleg az. Na jó, I love krumplis nudli. A fakanál villa tetkó egyébként nem rossz. Igen, de az alfa rendszáma se rossz ötlet egyébként. Nekem egyelőre jelen pillanatban az autómentő telefonszáma. A telihátas disznósajt se rossz. Az jó. Telihátas disznósajt nagyon jó, de az autómentő telefonszáma az egyelőre nagyon rá benne. Szükségem, jó? Soha. Illetve hát Norminak is nyilván lenne még tippje, hogy mit varratott a fegyver. Nem hiszem, Normi, mit tettessek föl legközelebb? Bágli. Nem tudsz valami adós, de... Bágli. Hát egy, nem nagyon elszánt. Tudsz többet, diós. Nagyon akarja. Bágli. Engem ez érdekelt, komolyan mondom, ez egy nagyon romantikus dolog. Szeretem, amikor a pároknak így van valami, ami így összeköti őket. Tehát például nekünk ha már papírunk nincs. Ha már papír nincs. Tehát nekünk az eljegyzési gyűrűnkbe belül van egy végtelen jel, ami megy körbe. Úristen, a gyűrűn. Úristen, lehúztad az ujjadról, odottad másnak, csak ha szúszodja vissza a kezemre, hogy vége van, rontás. Hogy én ezt bírom, amikor egy párokat így valami, egy titkos jelkép, egy tetoválás, egy gyűrű hátoldalára belevésett üzenet, amikor így összeköt. Szerintem ebben van romantika. De van egy másik gyűrű, és a másik kezed, abban mi van? Egy csuriba rakott új? Nem, abban az vagy 103. Csuri 103. Nem, ezeket is kaptam valahonnan, vagy ezek is vannak valahonnan, de nem tudom. De a házassági gyűrűmben van egy ilyen végtelen jel. Most nézd meg, te a romantika nagykövete. De hogy nektek van valamilyen ilyen, mit tudom én, ilyen romba vésett valami? Vagy így, most nem akarok nagyon romantikázni, csak így kérdezem, ezek olyan jó dolgok, nem? Aha.
Van. Na? Vannak ilyen emblematikus, ilyen kis üzenetek, meg tárgyak, amiket ugye régóta... Most nehogy összeroggold a képet magadról. Magával az ember. Már na, megnézem. Jön elővette a pénztárcáját. Mert ilyen szerintem mindenkinek jól ilyen... van. De ez tök cuki, egy kis cetli. Na. Na. Lehet, hogy beállsz tőled. Nehogy nem, én ezeket nem. Nem, na, én ezeket nagyon bírom. Ez nagyon-nagyon régóta van nálam már. 94-es bevásárló lista. Nem, erre a kis etikettetlire az van ráírva, hogy csak neked vagyok, Mici Csiki. De cuki. Ez nagyon, na látod, erre gondoltam, ez nagyon cuki. Ilyen, cirka 20 éve így hordom. Nem mondom. De. Ez első üzenete volt? Vagy igen, az egyik ilyen. De cuki. Most olyan cukik vagyunk. És ezt beraktad, leírta neked, ezt beraktad, aha, és azóta hozod, viszed. Igen. Hát figyelj, ez tök helyes. De komolyan. Azt hittem, hogy valami más lesz, de ez nagyon cuki. Ez sokkal cuki, mint amire gondoltam. De csak azért tettem el a másik oldalán egy Sony szerviznek a száma. Nem, a másik oldalán mindig valami kupon, amit majd egyszer be tudsz adni valahova. De, hogy is. Írjanak a hallgatók, hogy nekik mi van, de csak egy kíváncsiságból, igazából, hogy kicsit romantikázunk. Na. Az olyan jó dolog, hogy ki hogyan kötötte össze. Például ilyen SMS-ekre gondolok, hogy én összekötöttem magam a párommal egy jó lakáshitel. Ezzel vagyunk még egy páran. Én egyszer a budakeszi vadasparknak a kilátójának a fa részébe is belevésettem a nevem egy lány nevével még ezer évvel ezelőtt. A budakeszi vadasparknak a fa kilátójába. Utálom az ilyet. Tönkreteszünk, nagyon sok név, igen. Nagyon sok név volt itt. És vigyáztunk abszolút a kilátóra, mert egy nagyon pici helyre. De hogy belevésetted? Ő volt egy mesterember. Ő állt a válladon. Végeztem veled, de rohadt nehéz vagy. Voltam, hogy ne az a báj annyit. De legalább szoktyába jöttél. Jó, benézek a sunádon. Ősz de. Van, de még meddig, mennyire bognyosak a fák. Mennyire bognyosak a fák. Igen, aztán jött a vadőr és elkergetett minket, igen. Futottunk, nem, ott van, már nem tudom, hogy kivel, meg hogy, meg miért, csak tudom, hogy állunk a budakeszi vadasparknak kilátójába, és ütjük be a nevünket. Valamikor visszamegyek, majd megnézem, hogy ott van. Emlékszem még a lány nevére? Nem tudom, meg Vikit ismerve, szerintem már kilátót is felgyújtotta. Igen, az ott már egy... Nem csak, hogy a kilátó ismerem jelzi... a feleségem, ő nem olyan, aki ott ezt... Ott egy bombakráter van. Ott egy tölcsér van tulajdonképpen, egy Mariannárok, ahova le lehet menni. Kiabálni Kínába. Mi a kerékbilincsbe véstük a nevünket, írja. Egy hallgató. Az is jó. Van azért itt romantika, igen. Van egy hallgató, aki azt írta, én Feriék mellett ültem a szalomban. Ó, tetováló testvére. Én Feriék mellett ültem a szalomban. Érdemes hoppá lenne esetleg megszólaltatni, hogy mit tetováltatod, Feri. Jó, ne áruld el. Hívj vissza Anna gyorsan, jó? Mi testvérek vagyunk a tetoválásban. Te jó. És én. Ne áruld el. De már itt is van. Sikerült? Itt van Gábor. Hello, Gábor, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt! Hello, Gábor! Nem lehetsz áruló! Gábor, ott voltál tegnap a Feriék mellett, tényleg? Igen. Ne csináld! Ne áruld el, hogy sírtam, kérlek! Mi volt az arcád? Be volt tojva, vagy mit láttál? Nem. Meglepődött először. Meglepődött? Aha. Annyit árulj el csak, hogy a modell, ami alapján készítették a tetoválást, az hidegkonyhai készítmény volt. Vagy füstölt áru. Igen, vagy egy jó disznósajtot láttál ott. Furda és Kolbár. Te ott ültél mellette, közben neked is tetováltak? Csinálták a hátamat is, csak hogy fel lett neki ragasztva, akkor láttam és a végeredményt. Ja, ragasztós tetkód? De mi ez a Donald Rákos? Benyálazós? Jó, színe, formája, abból láttál valamit esetleg? Piros és fekete. Azt már piros kék, azt mondom, vasas. Hajrá, vasas. Hajrá, kis Pest! Nem, azt mondom, hogy ha piros kék lett volna, akkor vasas, de így piros fekete, így nem tudom rámondani. Én a vasasba birkoztam, azért tudom, hogy piros kék vasas. Jó. Azt is lebuktam tényleg, kis Pest. Csak a kis Pest! Hajrá, kis Pest. Még mindig nem tudjuk, hogy mit tetováltatott Feri, ugye? Közös összetartozása képpen jeléül, ugye, Békával. És Béka is beült egy székbe? Hát ő ott ült mellette, és utána ő is beült a székbe. Tehát Békát is levarták. És egy nő varta le a kataképzel. Tehát a Ferit is levarták, de a Békát is levarták utána. Nagy szép ajándék, én is ezt kérem. Közösen levarratok mindenkit. Nézhessem. Jó, meddig csinálták? Ott voltál a végéig? Igen, én egy kicsit tovább ültem bent, az enyém hosszadalmasabb volt. A kettőjüknek két óra hossza volt. Kettőjüknek két óra, piros, fekete...
És mind a kettőjük kezére feltetováltatták. Nem, én nem vagyok még közelebb, de már alakul. Egy szalag van nekik, de ami rá van írva, azt nem figyeltem. Írja rólam, hogy lehet, hogy a lakcímet tetováltatták fel, hogy hazatalálják. Csak a taxisnak, ha már nem bírok beszélni. Hogy a vonalkon... RH pozitív. Ha vért kell adnod, vagy kapnod kell, mert már annyira kész vagy. Jó, oké, sokat segítettél, haladunk, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet. Gábor, köszi. Neked mi lett a hátadon egyébként? Vagy mi? Nekem egy arkangyal. Egy jó arkangyal. De nagyon, az fú, nagyon nincs kemény. Nincs is, annál szebb. Annak is indult? Igen, hát. Vagy ez már a végső mencsvár volt, igen. Ja, Istenem, oké. Jó van, Gábor, köszi, te vagy a mi első fontos szemtanunk. Kösz, Gábor. Tetkó testvérem, köszönöm, hogy nem árultál el ezeknek. Köszi, Gábor. Sziasztok. Hello, hello. Jó, megmutatod lassan? Most már látnunk kell, addig el nem megyünk, akkor tényleg levágjuk a kezét. Megírták már a hallgatók, van, akinek leesett. A két kezdőbetű van benne a névből, a Pannából és a Somából. Akkor viszont tudom, mert elküldték. Akkor megvan. Volt az a Karácsony Jándéknak se rossz egyébként, mert négyen vagytok, PS, PS4. Na ez, hát nekem igen, Xbox inkább. Igen, fölvaradtam egy konzolt. Tudom, ez az utóirat I love you, vagy az a PS, I love you. Tényleg. Tehát, hogy PS, ugye, igen, mint Panna Soma, igen, és akkor az I love you. Az van benne, mert abban még benne lehetnek a következő gyerekeink nevei, tehát ott nagybetűvel van írva, például az I betű, ugye, tehát kell egy Ilonát, gyártanunk még meg az L betűt, egy Lajost. Egy Rákóczi Lajos az abszolút, abszolút beleillik. Piros csika szívet felindul, ez végemérgezés. De valami baj lehet. Hallod, Genyó, egy tetem az adjál be neki, hallod te? Gyors, lövítek már be. Ekkora legy, gyerekek. Azt mondták, hogy mekkora legy, mondtam, kicsi, hogy látszon rá. De szép. Most nem, minek? Ha mutasson már valahogy. Most még sötét, és majd világosodik egy kicsit, mert még ereszti a levét. Szíreztek még rajta? Nem tudom, én most már egy kedvet kaptam, tehát lehet, hogy megyünk tovább. Az a durva, azt mondják, igen, hogy egyet csináltatsz, megőrülsz utána. Ja. Lehet, hogy a betűket még körbehúznátok fehérrel, az marha igényes. Igen. Tényleg, még jobban kiemeli. Igen. Hát majd megmutatom nektek nylon zacskó nélkül is, mert ilyenkor még védeni kell, meg kenegetni. Nekem ez így egyedibb. Zacskóval hordanám én is. Ja. És akkor mellesleg még bele egy gyűrni ide valamit alá. Na, úgyhogy ilyen. Ezt kaptam Karira, ezt egyébként én találtam ki magát. Ez két évvel ezelőtt a feliratot, hogy ha egyszer majd varatunk ilyet közösen, akkor a PS akkor legyen, mert ez milyen vicces, benne van a Panna Soma, Parassonka. Parassonka, arra is lehet, igen. Pálinka, sör, az is. Pálinka, sör. Igen, ezt minden körben mindig máshogy tudod megideologizálni. Így van, ezek benne vannak, de aztán így valahogy elmaradt. Mi is elmegyünk. Tegnap elrángatott. Valami romantikusat. Arra gondoltam, hogy például egy koponya halmokon álló, baltát lóbáló viking legyen, mert az a kapcsolatunkra fog emlékeztetni mindig. Örökké. Ez itt a Best of Morning Show. Here we go. Hölgyeim és uraim. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rács Ciferi és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. George Clooney támogat egy alapítványt. És ha te befizetsz $10, aha, vagyis regisztrálod azt, hogy te támogatod az ő alapítványát, a Szudánnak, Dél-Szudánnak akar segíteni, míg a szudáni eseményekre akarja ráirányítani a figyelmet. $10 befizetése után egy valakit kisorsol, aki egy egész napot eltölthet George Clooney-val. $10, az nem kevés pénz azért. Micsoda, George Clooney-val tölts egy napot? 200 forint. Hát sajnos most igen. Most nem annyira jó. Kicsit gyengébb a dollár. Hogy egy napot eltölthetsz George Clooney-val. Én többet is fizetnék érte. Hogy egy napot együtt legyél George Clooney-val? Ha tudom, hogy erre nagyon komoly esély van, akkor én mindenképpen. Neki nagyon jó női vannak ugyanis. Ja, tehát a George nem nagyon beszél. Ja, és te lennél a kivétel, vagy hogy érted? Hát meg ő nyilván olyan helyekre megy, olyan szállodába, olyan étterembe, olyan exkluzív golfpályákra. Azt téged nagyon érdekel az exkluzív golfpálya. Miért nem nevezzük be az Annát? És küldjük el, hát ha kisorsolják őt, hogy elmehessen február 13-án az új filmjének bemutatójára egy napot együtt töltve George Clooney-val. Vagy nevezzük be saját magunkat. És te szerintem az a jobb. Az nagyobb, nagyobb Kuli, ha ott állsz mellette belekavarolva. A nőt George Clooney mellé sorsolva, az tök banális, meg tök közhelyes. Figyelj, nekem van erre $3.30.
De nem, én arra gondoltam, hogy mind a hárman befizetünk 10 dollárt. Hogy neked még nagyobb esélyed legyen. Hát nekünk mi a bóni? Én különösképpen nem vagyok ott a George Clooney-ért. Tehát mint színész szerintem ilyen egyarcú. Tehát nem... Jó filmekben játszik, de nem egy akkora színű szerintem. Persze, sajnál csak. A világ egyik legnagyobb filmszer. Aztak, milliárdos. Ki nem állhatom. De miért nem megyünk el találkozni vele? Vagy miért nem adjuk meg az esélyt ennek? Hát szerintem adjuk meg. Domborítunk egyet a vörös szőnyegen, elviszük valahova vacsorázni. De most várjál, ha George megy a vörös szőnyegen, igen? Akkor nő kell mellé. Ha te nyersz, vagy a Jani vagy én. De ez milyen csúnya diszkrimináció ez? Hát én befizetek 10 dollárt. Megint ezt a rohadt diszkrimináció. Ez most megint elszilárdolom. Igen, ezt most megint tökölteni. Tehát, hogyha én befizetek 10 dollárt, hogy támogassam az ő alapítványát, amivel a szudáni eseményekre akarja felhívni a figyelmet, hogy milyen alapon választ ő csak nőt. Aha. Fotót is kell mellé kelni egyébként? Hát vezessük meg George-ot, tehát tegyünk be valami bomba képet. Miért kéne a fotó? Nem kell a fotó. Akkor mi alapján válasz egy név alapján? Hát ő akar a dél-szudániaknak, tehát hogy igazából tök mindegy. Szerintem. Mondjuk ahogy felvezetett ezt a dolgot, hogy elvinnéd vacsorázni, ezzel már jelezted, hogy aznap ő lenne a csaj. Nem csak elképzeltem egy estét, hogy ott ülsz George Clooney-val, hogy egyébként milyen közös témáitok lennétek? Mondjuk nekem ez a George, ez egy Gyuri. Jó? Inkább legyen Gyuri. Jó? Gyuri? Clooney-Gyuri. Oké. Okay. Tehát ott ülsz Clooney Györgyel. És te nyilván kapnál valami olyan ételt, amit te fel se ismernél. Vagy... Hát, finoman zingeltek, csak szólok. Reklamálná, hogy hol van a tofu szendvicset. Kihoznának oda valami osztrigát, vagy nem tudom mit. Miről beszélgetni George Clooney-val? Mert ugye ebben egy vacsora benne van, hogy egész napot együtt tölthetsz George Clooney-val. Ebben benne van az is, hogy egy pasival domborított a vörös szőnyegen, és kicsit rámarkolsz a seggére? Eljátszanám, hogy nem tudok beszélni, mert olyan hangszáll problémáim van. Ez egy nagyon izgalmas. I don't know, Romituzin. Romituzint érteni. Igen. Vagy csak annyit mondaná, hogy George, jó ötlet volt a Vegas-i út, jó ötlet volt a Providentia. Igen. Thank you, George. Köszönöm, hogy itt lehetek, bár önköltséges volt a kiutazás, de jó ötlet. Volt, meg az jó ötlet volt a Providen. Szóval, hogy tetszik, Anna elmenne George Clooney-val randizni, mi a fenéről beszélgetnének egyébként? Valószínűleg ilyen kicsit sekélyes, ilyen közhelyesen jópofáskodó, ilyen félhülye beszélgetés lenne, nem? Már a Gyuri miatt lenne félhülye nyilván, mert a másik fele az nem lenne hülye, az lenne Anna. Nem, most ott ülsz remegő térdekkel Hollywood egyik legnagyobb ikonjával. Nem? Én nem gondolom, hogy ebben a helyzetben egyébként valaki tudna baromi természetesen viselkedni, ha csak nem egy ilyen minden hájjal megkent mifélénk, aki azért nyilván az asztal alatt valami cinkosságot nyilván megpróbálna elkövetni. De mondjuk odaül egy megszeppent csaj, én nem hiszem, hogy ez egy ilyen oldott beszélgetés. Hát. Meghallgatnék egyszer egy ilyen rajongó találkozik az ikonjával egy jótékonysági eseménye, hogy az egyébként szerintem egy ilyen átizgult, kellemetlen valami, nem? És nem is tudsz normális témákat felhozni, miről beszélni, és akkor milyen a filmforgatás? Tényleg milyen volt együtt dolgozni Brett-tel az Ocean's Eleven forgatás? De, mit tudsz tőle kérdezni? Na de várja, ott ülsz Clooney Györgyel, és akkor... Clooney, Gyuri, neked és csak akkor Gyuri. Brad-ről kérdezed? Hát, ez is mennyire gáz lenne. Egyébként szerintem, ha igazán jó arc valaki, akkor elmegy Clooney-val, tényleg, és csak... És hogy ismerted meg Bredet? És milyen volt? Ugye azért ugranak egymásra. Nyilván ezt lehetett olvasni, ez nem biztos, hogy igaz. És csak Bredről például. Tehát mi a fenéről tudsz beszélgetni vele? Hát szerintem időt kellene nyerni. Na, hogy kimész a budiba? Még mielőtt kiutaznál, meg kéne nézni, hogy írják a fekete kagylót, és egy rohadt nagy vödörrel berendelni. És gyakorlatilag az egész vacsora itt elnél, hogy... Érted? És onnantól kezdve megvagy. Feri, mivel lehet időt nyerni a kajálásnál? Ki állja inkor a cehjet? Igen, ő állja? Hát csak ő. Persze. Csak languszta, csak homár, csak beluga kaviár, tehát rájátszani arra, hogy egy picit lesápadjon. Aranyfüsttel, tehát ha duplát tudsz kérni mindenből, hatszor. Egy ilyen dogi bagbe azért egy picit csomagolnánk, nem? De arra ugyan el tudom vinni. Elnézést, elvitelnek kérnék még 6 garnélát, 4 kiló homár. Iszonyatosan prostó lehet. És az ott milyen pergő. Igen. Kihoznák a kézmosót, benne egy citrommal, tudod, azonnal. Megint szerintem. Azonnal megint nem. Limonádé. Elnézést, egy kis édesítőt tudna belehozni. Túlságosan savanyú a limonádé. Szóval, hogy miért nem nevezünk be 10 dollárra? Hát a kisorsol minket. Hát most miért nem próbáljuk vagány meg? Lenne. Önköltséges a kiutazás? Szerintem. Vagy ilyenkor állja az alapítvány? Igen. Tehát találkozunk a Kennedy Reptér cégkiállatánál a kettes terminálnál. Befizetsz 10 dollárt és 30 az út, tehát hogy...
Hát mire innen kirepülsz azért mondjuk Vegasba, az egy Budapest Frankfurt, Frankfurt New York, vagy egy Amsterdam Vegas, az már van mondjuk, vagy egy Amsterdam Los Angeles, azt már meg tudod repülni. Finom, 16 óra nem sok. Ja, és egy napot vagy kint vele. Kint vagy egy napot, és utána jössz vissza. Óriási élmény. Van, aki erre befizetett? Van az arra jogó típus? Biztos, nem? 1000%. Hát csomó olyan, hát elsősorban hölgy van, aki mindenképpen. Vagy pedig itt kisebb filmmagazinoknak az újságírói végre találkozhassanak vele. A Norbi mit kérne szerintetek? Hm? Hát ő Norbi, te mit fogyasztanál? Vagy mit vinnél magaddal? Mi lenne az acskóban? Bagli. Hát nyilván a kúrás terméket megmutatná azért, hogy Gyurinak hát a fantáziá. Mi van nálad, kedves Norbi? Bagli. Nem akarod eltenni? Nem, én csak... Bagli. Eszem. Igen. Írjanak már olyanok, nekünk, hallgatóink, akik randiztak magyar hírességgel. Hogy viselkedett? Ki volt az a híresség? Hát, mit csinált? Hogy próbált befűzni? Udvarolt, nem udvarolt? Rámenős volt, nem volt rámenős? Meghívott, nem hívott meg? Bepróbálkozott a vacsora után, hogy gyere föl hozzá, vagy adott még egy kört, és meghívott még egy vacsorára? És én személyesen, szépen kérem, Feri és Balázs exeit. Mindig úriember voltam. Elegáns, de nem túl elegáns. Szolíd, de mégse szolíd. Finom étel. Jó ital hozzá. Hazavisz, lányt kirak a kocsiból. Jézus, a Mr. Rébus. Elegáns, de mégsem elegáns. Udvarias, de mégsem udvarias. Gálás, de mégsem annyira gálás. Vittam eltékot, meg nem is. Mesztelenül mentem, meg nem is. Lóháton érkeztem, meg nem is. Nem, a csajokat az zavarja össze, ha elviszed vacsorázni. És ott van nálad két szita összefordítva, és benne van egy galamb. Igen, hoztam ajándékot, meg nem is. Elviszed vacsorázni. Elköltitek a vacsorát. Elköltitek. Aha. Berakod a kocsiba. Igen, olvastam valami jókait is. Egy kötelező olvasai félig megvolt. Berakod a kocsiba, hazaviszed, kiszállsz, elköszönsz, hazamész. Ez ponyveregény egyébként. És kirakod a csajt. És nincs nyomulás. Nincs semmiféle kétértelmű viselkedés. Hidd el. Aha. Tágyjába voltál. Nem, az első randi túl rámenős vagy, már a kocsiba kicsit, nem szeretik. Az első randiunál kicsit kétségek között kell hagyni. Nem kell semmit bepróbálkozni. Mozi, hazaviszed, kiteszed, úgy fog reggel fölírni, mint a húzat. Higgyétek el. Ha majd randizni mentek. Szedjétek ki a párotokat a kocsiból, menjetek föl egy külön lifttel, és másnap reggel rátok fog csörögni. Nem, tényleg ez egy jó. Csak nem mutattál egy pici érdeklődést? Pici érdeklődést kell mutatni, de nem kell. Tök összehelyesen rám. Tehát akkor neked volt stílusod. Tehát nem, volt. Nem, ezt a viselkedést nem a kényszer szülte, hogy már odafelé a kocsiban megjelentek az első foltok a gatyában, és láttad, hogy ma este már nem lesz semmi. Nem, mindig annyira kellett kakilom, hogy haza kellett róla. Haza kellett mindig róla. Nem, hidd el, hogy ezt a csajok szeretik. Várják, hogy kezdeményezzél, de ugyanakkor abban van valami kicsi izgalom, ha nem rontasz egyből ajtóstul a házba. Nem kell az első, Brandi már rakott ki a kocsiból. Nem lábazod meg rögt. Nyilván áthajolsz, csókolozás. Igen, gyere föl. Följövök, dögunalom. De ugyanezt akkor is, hogy a taxis és az anyós ülés elősz. Nézd csak, bébi. Hát, hogy az egy kicsit smároz a taxis. Gyerekek, minden taxis boldogát teszek, aki éjszak az, amit. Nem erről van szó. Hidd el, a csajok szeretik a misztikumot. Szeretik azt, ha nem teljesen egyértelmű, hogy pali, hogy vacsora, igen, és már kocsiba nyomul. Hát nálam a misztikum elég terület, még nem tudni, ki fizet. Ja, a misztikum nálad egy lőrinci pizzázó volt, maximum. Nem, a misztikum az volt, hogy az volt, igen, hogy volt az a zöld feltét rajta, az tényleg brokkoli? Hát a misztikum az volt, hogy ki tudod-e fizetni a cekket. Ki tudni vagy tudja, csak hogy akarja. Igen, vagy hogy a csaj önköltséggel sem vacsorázott le. Halló! Sziasztok! Hello, Berni! Szia! Szia! Na, Berni, mesélj! Te kivel? Katus Attilával. Nagy csajod, hogy épp volt, vagy még mindig az, hogy most pár éve nem tudom, mi történt? Hát ez pár évvel ezelőtt történt, tehát a megismerkedésünk már elég viccesen alakult, mert fősulis révén a közeli bevásárlóközpontba elmentem ebédelni, és természetesen hol ebédeltem? Az egyik leghírhettebb gyors étteremben, most nem mondom ki ugye a nevét, és hát ugye tudjuk, hogy Katus Attila, hát az életmód, egészséges életmód szóvivője, ő valakire várt ott pont az étterem sarkánál. De ahogy bejött, azt a borogatni. Miért? Mi gondoltuk ki? Mi lesz ebből a fiatalságból? És leszólított, hogy mi történt?
Nem, hanem láttam, hogy nagyon néz rám, és mosolyogén meg pont haraptam a kis hamburgerembe, és elszégyeltem magam, hogy úristen, mit csinálok. Úristen, de mindig elkeverték ezután... a salátámat. Igen, próbáltam igen így hárítani, hogy átéveszem is én ezt, nem toltam el magamtól a tálcát. Utána ő találkozott valakivel, tehát nem jött konkrétan oda hozzám, ezért én tettem meg az első lépést, hát még fiatal voltam és bolond, és ráírtam Facebookon, hogy én vagyok a lány, aki ott ült a meghívón, és akkor visszajött, hogy mi lenne, hogyha együtt ebédelnénk. Hát természetesen igent mondtam. Uh-huh. Másnap szintén ebben a bevásárlóközpontban ebédeltünk, természetesen már nem a gyors étteremben, hanem egy... Csúri ember volt? Hát... Állt a cechet, ő fizetett, vagy ketté dobtátok, vagy te hívtad meg? Úriember volt. Az étteremnek a napi menüjében. Bármit választottál az étlap első oldaláról. Úristen, de komoly. Előétel 300 forint. Előételig bármit, utána a többit közösen álljuk. Smart kártyája volt. Jó, és beteljesült a dolog? Vagy volt csók, vagy bármi? Nem jutottunk el odáig igazából, mert nem jött a szikra, vagy a tűz, vagy nem is tudom, viszont miközben ettem, én egy elég vékony alkat vagyok, és ahogy ettem, elemezte, hogy milyen kis falatokkal leszek, ezért hamar megtelik a gyomrom, ezért vagyok ilyen vékony. Úgyhogy egy kis szakmázás is jött közben. És aztán hogy nem volt valami, hogy akkor érezted, hogy most megcsókolna, és akkor elfordult, elnemet mondtál, vagy nem is volt a nagy pillanat, amikor úgy mindenki tudja, hogy most a másik mire vár, ez elmarad? Igen, ez maradt el ugye a részemről, sem éreztem azt, hogy hú, azért, mert ő a Katus Attila, akkor én most nem is tudom, megmásznám, de mondjuk ezt inkább Galambos Lajosról lehet elmondani. És ugye a végén volt egy elválásnál két puszi, és akkor maradtuk, hogy keressük egymást, ami nem annyira történt meg, bár egy pár héttel később megkeresett, hogy mi lenne, ha fellátogatnék a lakására. Kicsit hagyta pihenni a dolgokat, altatott, és utána visszatért. Mondta neked, hogy a múltkori rendezvón olyan megfríz voltál vele? De végül nem mentél akkor. Nem. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Köszi, Berni, ciao, hello. Na nézzük még egy-két SMS-t, hogy hallgatóink kivel randiztak és hogy viselkedtek. Én Balázsra randiztam. Az első randon kicsit nagyképű volt, aztán a második randi éjszakáján kárpótolt mindenért. Puszi Hoffer Misi. Nagyon jó. Damu Rolanda randiztam. Nagyon kedves volt, nem tolakodó. Mindent ő állt. Kata vagyok, ne hívjatok. Egyszer találkoztam Pataki Attilával a rendőrségen. Üdv, Sanyi. Itt van Kriszti. Hello, Kriszti, jó reggel. Hello, sziasztok. Találkoztam Gergely Robival úgy, hogy álltam egy ilyen 11 évvel ezelőtt, én kb. Ilyen 24-5 éves voltam. Álltam a busz megállóba, és megállt az autójával, hogy ő elvisz engem a munkahelyekre. Hát egy igazi. Letekerte az ablakot, klasszik, hogy bevisz a munkahelyet. Igen, de nem tudom, hogy miért szálltam be az autóba, megmondom őszintén. Talán azért, mert hogy Gergely Robi volt, és hogy így csak nem bánt engem. És mondta, nem mondta, hogy várjál, ha nem ismersz meg, segítek. Emmanuel. nem volt ilyen. Emmanuel. Menj már tovább. Állna be a busz, paraszt. Nem érem, és tovább, ne itt énekelj már. Nem, egyébként énekelt nekem valóban később, amikor azt mondta, hogy később találkoztunk, és mondta, hogy sétáltassuk meg együtt a kutyánkat, és aztán kutya nélkül érkezett, amit nem értettem, és mondta, hogy elvisz, mert a lakásán van a kutya. Várj, hogy történt? Tehát elvitt a munkahelyedre, kiszálltatok, elkérte a telefonszámot, így és van. Utána rá csörgött újra? És utána csörgött rám, igen, és aztán később mondta, hogy akkor találkozzunk, és sétáltassunk együtt kutyát. Tehát ez már ilyen randi féleség volt, vagy randira hívó. Valami hasonló lehetett, igen. Hova lett vacsorázni, vagy mi történt aztán? Nem vitt vacsorázni, hanem végül is annyi volt, hogy aztán elmentünk ugye kutyát sétáltatni a lakásán. Aztán ott elővette a lakására. Uh-huh. Igen, én nagyon zavarba voltam, mert ugye arról volt, hogy kutyát sétáltatunk, aztán beszálltam a kocsiba, mondta, hogy mindjárt hozza a kutyát, csak előbb elmegyünk hozzá. Csak előbb lezuhanyzunk. Buksi mindjárt. De egyébként nagyon kedves volt, tehát, hogy semmi rosszat nem tudok rá mondani. Gyönyörűen énekelt, ez mondjuk tény. De hogy miért énekelt? Hogy egyszerűen lehet. Aztán előbb mondom a gitárt, és elkezdett énekelni. De várj, azt mondta, hogy Kriszti, maradj egy kicsit, mindjárt jövök. Eltűnt az előszobába, visszajött egy gitárral, letérdelt a szoba közepére, és elkezdett énekelni? Nem, leült az asztalhoz, és akkor elővett a gitárt. Ja. És mit énekelt arra? Mert bocsánat, én nem emlékszem, valami új dal volt.
Én azt hittem, hogy még az autóba kezdett el érkezni. Nem. Hívnak, fogd már meg vicc a kormányt, akkor elindult meg egy ebben. A hátsó is semmire dobott gitárra. És mi történt aztán, vagy mi volt? Aztán végül is még párszor felhívott engem telefonon, és így ennyibe maradt. Beteljesült a dolog, vagy vissza? Nem. De úriember volt, kedves volt, nem gyűlt. Abszolút. Lehet, hogyha mondjuk nem élettem volna Tomásnak, ez nagyon-nagyon... De nekem ő egy kicsit nem egy korosztály volt akkor. Hát én akkor voltam 20-10 évvel ezelőtt, sem volt 20 éves. De mondom ezt a függetlenül. Tehát volt köztetek egyfajta generációs különbség, ha elmondod. Így van. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Óriási duma, gyere föl hozzám, és sétáltassuk meg együtt a kutyámat. Hát, mondjuk kétértelmű a dolog. Nézd, itt van a kis buksi. Szeretnéd, hogy énekelnék neked, hogy persze. Hallod? Bezártam a kutyát. De utána visszük. És mondtam már, hogy van egy hatalmas gyalagondám is. Sétáltassuk meg a kutyámat. Óriási duma. Kicsit old school, nem? Kicsit old school duma, de a nagyon nagy. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Nem tudnátok megmondani, hogy pontosan mikor volt szó a földön kívüliekről? Pataki Attila volt a vendég, köszi. Hát, ez már elég régen volt, mert Attila ideje nem szeret itt vendégeskedni semmilyen formában. Na, miért? Nem szeret hozzánk jönni? Tényleg? Bár, én nem mikor tudtam. Hívtuk, nem? Fölvette. Ja, mondjuk sose tudta, hogy mi hívjuk. Nekem után, mint a kakát. Tényleg? Azt szerintem igen. De mondta neked, hogy fölhívott? Nem, a füleme visszajutott, de ha ez így van, illetve ha ez így van, akkor is megértem, ha nem így van, akkor meg örülök. Akkor viszont tenni fogsz, hogy legyen így. De miért után? Mit sem csináltunk? Semmit, nem? De nem vettük komolyan azt, hogy őt elrabolták többször is. Az utolsó beszélgetésünk, ami zajlott közötte és közöttünk, az pont ez az UFO-s téma volt. Igen. És ezt tette, szerintem tök jól reagált mindenre. Jó volt. Nem éreztem rajta, hogy bármilyen. Jó beszélgetés volt. Közelebb minket nem vitt a hithez, amivel ő rendelkezik, mármint Ferivel, mert Balázs azért nyitottabb ezekre a dolgokra, mint mi. De... Én igen. Én egyetértek az Attilában. Támogatom mindenben. Ne, nyilván nem, tehát engem nem raboltak el. Hát valljuk be őszintén, hogy hármunk közül te vagy az, aki leginkább vágysz egy ilyen harmadik típusú találkozásra, nem? Hát olyan típusú találkozásokra, amik az Attilával történnek, olyanra nem. Mert az egy negyedik típus. Az egy sokadik típus, hogy a hálószobájában elrabolják, meg fölcsipentik egy űrhajóról, beültetnek bele valamit, tehát hogy nem, arra nem. Egy ilyen típusú találkozásra nem vágyok. Aztán a Makói Ed a koncert előtt fél órával leteszik a szántó föl. Igen, meztelenül. De a bulira még odaér. Ilyen típusúra nem vágyom, de valami találkozásra igen. Tehát valami olyan, ahol találkozás van, arra persze. Hát akkor legyen, de csak történjen már meg. De tényleg. Én is örülnék neki, mert hinni szeretnék. Nem értem, hogyha ennyire intelligensek, akkor miért nem azt választják ki, akiről tudják, hogy utána hihető lenne, hogy elmondja sok embernek. Vagy abban a pillanatban, hogy te egy valódi elrablásról kezdesz el beszélni, megpecsételődik a sorsod, és hülyének tűnsz. Véged van? Ha fényképet hozol róla, és videófelvételt se hiszi el senki szerint. Úgy éreztük, nyilván lehet, hogy átnyálasztak az összes Edda interjút az utóbbi 20 évben, és akkor így rájött, hogy Attila az egyik legintelligensebb fajtásunk. Mit szólnátok, ha most én bejöttem volna hétvégén, vagy hétvégén után hétfőn, és azt mondtam volna, hogy gyerekek, nem hiszitek el, vasárnap este, Solymár és Hidegkút között leszállt egy földön kívüli a kocsim elé. És mutatnék igen, valami nagyon zavaros ilyen videófelvételt. Na, hát itt a baj. És azért, mert hogy már későn kaptam elő a telefonom, mert már csak azt tudtam, hogy valami hogy elrepül, valami fényeset látnátok a fat tetején. Szentül állítanám, hogy higgyétek el, hogy megtörtént. Hát azért tudjátok, hogy nem találok ki történetek, meg nem vagyok bolond, hát, nem? Aha. Innentől kezdve végem lenne? És itt ülne egy ilyen alifóliából készült sapkában. Tartom velük a kapcsolatot. Kifejezéstelen tekintettel. Azért ülne, beleláttak a gondolataimba, ezért innentől kezdve a folpakot kell húznom a fejemre, hogy ne tudják olvasni a gondolataimba. Nagyon fura. De tényleg mit szólnátok? Ott ült velem szembe, 20 szeme volt, és azt mondta, hogy vegyem a számba a zselymákját. Végem lenne? És az lenne, hogy jó, kész, innentől kezdve meg ültem, vége van? Nem, én elhinném. Elhinném. Mert eddig nem saját sztorikat hoztál, azért, mert egyébként meg bízom benned, mert elhiszem azt, amit mondasz, mert tudom azt, hogy nem hazudnál. Na jó, nem kicsit színezne. De hogy igen, talán kicsit színeznél. Lehet, hogy egyszerűbb lenne a sztori, de
Mert eddig mindig másoknak a sztoriát hoztad, még olvastad valahol, láttad valahol, teljesen természetes, oké, bejössz, és hinni akarsz benne, de ha veled történik meg, akkor biztos, hogy nem hazudnál. Biztos, hogy én szerintem egyébként azt kellene csinálnod, hogy el kéne menned ródolni az Eddával. Hogy ott hát, ha történik valami, az akkor tűz közelben lennél legalább. De nem, mert például a rótkamionnal sose történik ilyen, csak érted, abba az autóba kell beülni, ahol a pataki is benne van. Nem együtt akarod az hozni, vinni egy darabig? Sofőrt. Hogy hátha, tehát hogy társulj be valaki mellé, akit elrabolnak? Igen. Tehát, hogy az Attilával kéne menni egy kicsit, hátha akkor lecsapnak ránk? Igen. Csak egy ilyen csoportos nemi erőszakot követnek el kicsit rajtuk a földön kívül ilyen? Csalinak használnád. De mit mondod? Ha meglátnád a fénysugárt, a vonósugárt, akkor így kilögdösnéd belőle az Attilát. Nem is szépen? Csak én! Te voltál tisztán! Gyorsan beleugrasz. Igen, hadd menjek én! Ez kiderülne, hogy csak egy rendőr akar minket félreállítani az úton, tudod? Közúti ellenőrzés húzadjanak le. Fénycsóva, megint itt vannak, el akarnak rabolni. Miért gondoljuk azt, hogy nem lehet? Tehát miért gondoljuk ezt, hogy őt egyébként nem vihették el? Hát, magyarázd meg nekem, hogy miért lehetetlen. Amennyire lehetetlenek tűnik, ugyanannyira lehetséges is. De miért nem egy fizikai Nobel-díjast visznek el, vagy az Obamát, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen nagyon fontos, meg nagyon intelligens embereket, akik esetleg rendelkeznek, hát, vagy a NASA-tól. Ne arra, hogy az Obamáról mindent gondolok, csak azt hiszem, hogy intelligens. Tehát az elmúlt 6 évben, amit csinál, az egy egyenesen rácáfolás annak, hogy ő intelligens. De mégiscsak nagy név. Hát nagy név volt az elején, igen. 26% vagy 30%-os a támogatottság. Jó, hát ez csak az Egyesült Államok elnöke. Ha ő azt mondja, hogy gyerekek, ufók már pedig léteznek, mert a Fehérházból elloptak engem, akkor elhiszed. De Obamának elhinnénk? Igen? Mi van, ha oda költözöm a Patakihoz egy hétre? Hát szerintem örülne neki, csak szájba a rezsibe. Fizessek bele valamit? De szerintem jó lenne, egy érdekes kísérlet lenne. Közelebb kerülnétek egymáshoz. Hosszú éjszakában nyúló beszélgetések, egy pohár bor mellett. Kint állnának zseblámpával, köröznének az ég felé, hogy ide szálljatok. Nem? Igen, mondjuk tényleg, hát, ha ők a földön kívüliek és ők az intelligenciát keresik, akkor miért nem valami intelligens embert rabolnak el tényleg egyébként? Tehát miért nem viszik el Egri Jánost? És akkor... Vagy a vágót, vagy a Rózsa Gyurit, vagy bárki. Mert a vágóban van egy távolságtartása alapvetően ezzel a dologgal szemben. Én, ha a vágóval igazán ki akarnék szúrni, akkor elvinném és teherbe ejteném. És ez egy jó ötlet, jó felvetés. És azt mondanám neki, a földön kívül lennék, ezt magyarázd meg, Pista. Ezt kimondanám, ezt te mondanád neki, mert akkor ezt az UFO mondta. Ha én földön kívül lennék, és lenne humorérzékem, akkor én elvinném a Pistát, és teherbe ejteném. Be vagy nyomva már. Valószínűleg ezzel magyaráznám. Ezt így mondják földön kívül. Ezt most elmondtam nektek, igen. Kenta galaxi nyelven. Na. Alfa Kentauri nyelven. Na, hogy teherbe ejteném a Pistát, ledobnám mesztelenül a Moszkva térre, nagy hassal, és... mert mi történik, ha valakiről nem hiszed el, hogy megbolondult, ugye az a vágó István mindig nagyon kimért, mindig nagyon intelligens, mindig nagyon szépen beszél, nagyon szépen fogalmaz. Ezt magyaráz meg, Pista. Mit csináltál terhesen, mesztelenül a Moszkva téren? Nem azt mondanám, hogy ezzel... Nézd már itt a vágó, a sztoritéves kalandóta, mennyire szépen. Nézd már a vágósa régi. Hogy elengedte magát, mióta nincs műsora. Nem? Vágó úr, mitől fújod fel olyan csúnya? Tehát, hogy hát nem tudom, de ő jó lenne, ő jó alany lenne. Mert és 6 hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva megszületne a kicsi UFO gyermek. Tessék? Vagy kicsik. Hát akkor már 8-at tegyenek be. Mert érted. Azért, amikor a vágó becsekkol itt az egyes számú gyerekszülészeten, nem, hogy elfolyt a bacsat víz. Segítsenek rajta. Igen, még nem tudom, ki fog elvágni a köldögzsinót, de elfolyt a magzat víz, úgyhogy szeretném megszülni ezt a kis... Szóval, hogy... Nem tudom, hogy miért, akkor miért nem így csinálják, hogy tényleg adnak valami egyértelmű jelet. Azt a Patakit itt hozzák viszik, az jó, de hát ugye azért az még további kérdéseket vet föl. Igen, hiszel is, meg nem is neki. Hát két választ, ugye két magyarázat van, egy A nincsenek,
ugye? Igen. Tehát ez már hogy az UFO-k. Igen, de nem tudom, hogy ki a jó, ha tudóst visznek el. Vagy nem akarnak közösülni a kvízmesterre. Ha tudóst visznek el, egy nagy, nagy hírű Nobel-díjas tudóst, azt igen. hiszik, hogy a hülye tudós megőrült, vagy megfélemlítették. Ha közéleti szereplőt visznek el, megőrült. Ha zenészt, híres színész drogozik, megőrült. Tehát, hogy mindenki azonnal abba a skatujába kerülne, hogy megőrült. Tehát nincs egy ember, aki hitelesen tudná, hogy higgyétek el, engem tényleg elvittek, meg kimondod ezt a mondatot, és azonnal megpecsételnek. Az nem lehet, hogy annyira primitívek vagyunk a számukra, hogy ők egyszerűen nem akarnak velünk kapcsolatot teremteni. Most őszintén, te szoktál beszélgetni, vagy te Feri, mondjuk Bodo bácsokkal? De most komolyan, fordul. Tehát, hogy próbáltál már oda menni hozzá, hogy sziasztok, Rákóczi Feri vagyok. Hát, sosem mondta, hogy én vagyok a Bodo bácsi. És érted, csak így megy tovább, vagy fölmegy egy másiknak a hátára, és akkor elkezdenek ott szaporodni. De... Tehát, hogy semmiféle nyilvánvaló reakció nincsen a te közeledésedre. Lehet, hogy az idegen lények is pontosan ugyanúgy közelednek hozzánk, mint ahogy mi a Bodo bácsokhoz. Sehogy. Azért, mert látják, hogy primkók vagyunk. De azért, mert mondjuk ők tudnak utazni, attól nem feltétlenül intelligensebbek. Tehát ez nem azt jelenti, egy bizonyos területen ők mondjuk egy nagyobb dolgot tudtak előállítani, vagy szerencsésebben fejlődtek a téridő kontinuumban, és rájöttek arra, hogy lehet mondjuk ugye időutazni, vagy nagy távolságokat valamilyen hiperhajtóművel leküzdeni. De ettől függetlenül még egyébként másban lehet, hogy totális antitalentumok. Én meg ezt nem hiszem. Most már kezdem, most nagyon jó, hogy erre a bodobácsos vonalra ráfűztem, mert kezdem felgöngyölíteni ezt az ügyet. Na. Valójában arról van szó, hogy a patokét is csak azért viszik el, amiért a gyerekek összeszedik gyufásdobozba a bodobácsokat. Tehát, hogy egyszerűen csak akik őt elvitték, azok valójában lehet, hogy nem is felnőttek, csak kölkök. Érted? Összeszedték egy kicsit, elvitték, valamit turkáltak benne, mit tudom, hogy matadtak rajta. És mi lett belőle? És aztán visszavitték ugyanannak, amikor látták, hogy nem reagál. Tehát, hogy Bodo bácsokat vittek el? Azt igen, mondod? Csak azt hallják nagyon halkan, hogy én érkezem, fáradt égek, adjál, a testem gyönyörű fáradt. Tehát, hogy mi nekik Bodo bácsok vagyunk? Nekik ennyi. Uh-huh. Kis primitív lényecskék, itt rohangálnak össze-vissza, írtják egymást. Az a baj, igen, hogy miért kellenénk mi bármire is. De az a bajom, hogy ebből a sztoriból nem tudsz kijönni jól. Nem tudsz kijönni jól. Az első kapcsolat felvételből csak ők jöhetnek ki jól, nem? Hát ez erre alapoznak, erre bazíroznak. A hát. Földön kívüliek jönnek jól kívülő. Igen, de nem tudsz kijönni jól. Hát ha visszaküldenek téged, hogy hirdesd az igét, találkoztál velünk, hát az téged megfeszítenek. De holnaptól elkezdeném hirdetni, hogy engem erre voltak az UFO-k, egy héten belül totálisan mindenki kattannak nézni. Hozz valami bizonyítékot, kell. Tehát de, állsz de, így egy... De mi bizonyítanak, felvenném az iPhone-ommal az űrhajót, az neked bizonyít. Nézd, Feri, itt az űrhajó. És látnál valamilyen nagyon fényes, valami fénynyalábot, és oda valahogy úgy bemennék, ott kicsit akadozna a felvétel, majd megszűnne. Az neked bizonyíték lenne? Hát ez nem. Ez nem. Egy ultrahang felvétel viszont, hogy ott matad benned egy kis alien. Az már igen. Tehát mindenféleképpen terhesnek kell lenni, aki visszajön. Hát ha valaki... Ezért mondom, hogy ejtsék teherbe Vágó István. Komolyan mondom, a Pista, mert ugye a legnagyobb szkeptikus, meg az, aki tényleg a Chemtrail kapcsán meg kell hívnunk. Igen. Megígértétek a műsorban. Igen, gondoltam rá, nem felejtettem, mert jönnie kell, igen, hogy porázzúzzon Igen, meghívjuk, hogy megalázzon csúnya minket. Csúnya lesz az a baj. Gyerekek, hát most jöjjön el, mondja el persze, hogy most mit gondol a vegyi csíkokról. De nyilván tudjuk, hogy nem hisz benne, nyilván tudjuk, hogy minden egyes mondatot tételesen meg tud cáfolni. Ez még nem azt jelenti, hogy neki van igaza. Mert ő se tudja bebizonyítani, hogy az nincs. Csak ő is elmond egy másik elméletet az enyémmel szemben, nem? Hát ez érdekes megközelítés, nem rossz. Nem így mondom, most ő azt mondja, hogy nincsenek UFO-k. Aha. Azért, mert szkeptikus, és ő ezt tagadja, az ő bizonyítéka erősebb, mint hogy én azt mondom, hogy vannak. Mert szerintem 50-50%. Én nem, nincs. Tehát cáfolni legalább annyira nehéz, nem? Igen, de a cáfolatot nem kell bizonyítanod. Tehát igen. Mindig azt kell ugye bizonyítanod, hogy van, hogy létezik. Tehát neked kell bizonyítanod a chemtrailt, és neked kell bizonyítani az UFO-kat. Ő a te bizonyítékodat tudja cáfolni. Ennyi. És igen. Azt elég jól csinálja. Azt jól, persze, de nem meghívjuk, nincs ezzel baj. Na mindegy, szóval, hogy ez egy érdekes dolog. Hogy értünk el ehhez? Hogy nyilatkoznál róla? Hogy ki jött a fókusz? Mert itt bejelentetted egy gyerekek UFO. Na mit mondasz nekik? Hát elmondanám az elrabláson valódi történetét. De érted, hogy ez már így önmagában lehetetlen? Itt vagyunk Sebestyén Balázs háza előtt, rögtön bemegyünk és elmondja, hogy rabolták el a földön kívüliek. Hát feküdtem a kis boxer alsómmal az ágyon, egyszer csak jött egy fénynyaláb, és felmarkolt valami
idegen test magához húzott, bevittek egy kapszulába, ott kísérleteztek rajtam, majd visszadobtak, és az ágyamban ébredtem. Igen, aha. Hallottam a hangot, hogy azt mondja, hogy Sanyi, a lábát is kötözd meg. Igen, és mondanák Gönci Gábor, hogy igen, és most játék. Tudod? És most játék. És most játszunk. Tehát, hogy ezt így ebben a formában nem tudod mit, előadni. Mit találtak Sebestyén Balázs végbelében? Kis szürke, nagy szürke? Igen. Tehát érted, nem tudsz jól kijönni belőle. Én ezért mondom, mesztelenül Vágó István a Moszkva téren terhesen. Tehát azt... Ja, ez az egyetlen igen. És ebből jól ki tud jönni a Vágó. Én ezt látom, ezt látom. Hát egy ideig kerülgetik, átlépik, és egy idő után megtalálják, és még ott mesztelenül csinál vele a Fókusz egy interjú. Úgy érzed, hogy Istvánban lesz valamilyen szintű nyitottság erre a itt dolog. Ébredtem a Moszkva téren. Valóban nincs rajtam ruha. Miért nincs ön ruha, kedves István? De szép kérdés. De szép kérdés, jogos kérdés. Jogos kérdés, én se tudom, viszont terhes vagyok. Abban biztos vagyok, hogy van rá racionális magyarázat. De István, úgy látjuk, hogy domborodik a hasa. Önben talán van egy gyermek. Igen, kicsit kívánós is lettem azóta. Igen. Kívánom a savanyút. Tolom be a kovászos uborkát. Egyiket a másik után. És ha például nézem a Titanicot, már a bizonyra már ahogy hívják, a főcímmel elsírom magam. Vágó István UFO gyermekéről első képek a Story magazinban. A fotókat készítette Nánási Pál. Így van. Nem, vagy UFO gyermekeiről. UFO gyermekeiről, igen. Na mert akkor neki elhinnénk? Hát ha megvan a bébi, akkor igen. Tehát a legnagyobb szkeptikussal, ha történik valami, akkor talán az még hihető lenne. Mert egy olyat visznek el, aki hisz benne, az hülye. Hát ha a szülészetről hisz... van kép rólad, akkor én neked is elhiszem. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM. Hello mindenkinek, elmentes övezet, ugye, tele vagyunk kérdésekkel. Senkit nem akarunk rémizgetni a következő néhány percben, de ugye tegnap előtt mi is foglalkoztunk vele, volt egy világnap, és hát talán a legszorosabban ezzel a világnappal beismerjük, nem ismerjük a lelki bajokon kívül a táplálkozás függ össze, ugye a ráknak volt világnapja. És én arra kértem a Gábort, erről nyilván este 10-ig tudna beszélni, hogy szedjünk össze egy-két olyan élelmiszert, amit beismernek, nem ismernek be, egyébként nyilván nem ismerik be, aminek a fogyasztásával előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik az, hogy valamilyen betegséget kapjunk. Ezek az élelmiszerek, vagy ezek a hatóanyagok, vagy ezek az összetevők, vagy ezek az elszámok bizony bizonyította, beismerve vagy nem beismerve, de valamilyen úton, módon kapcsolódnak már a rákhoz. Tehát ha ezeket esszük, méghozzá úgy, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit teszünk, akkor előbb-utóbb akár rákos megbetegedés is lehet. Például egy gyomorrák, vagy egy bélrák, vagy egy vastagbélrák. Ugye, Gábor? Így van, így van. Ezt lehet igazolni egyébként laboratóriumban, hogy milyen anyagok okozhatnak rákos sejteket. És emberben is ez később igazolódik. Azt azért tudni kell, hogy egy rák hátterében lehetnek, tehát sok tényezős a rák. Lehet 5-10 tényező is, és nem tudjuk, hogy melyik volt az uralkodó tényező. De mondok egy példát, elmegyünk a bevásárlóközpontba, és mivel tél van, hát mit veszünk? Narancsot veszünk, citromot veszünk, grapefruitot veszünk, és ezek felületét bevonják egy erősen rákkeltő anyaggal. Uh-huh. Ez rögtön beszélünk konkrétumokról, csak azt akartam, hogy azért baromi nehéz mondjuk azoknak, akik berre mennek az aszpartámmal, vagy hasonló, mert ugye annyi összetevője van a ráknak, hogy nem tudják egyértelműen bebizonyítani, és ezzel tudnak védekezni ezen élelmiszeripar gyártók, vagy akik ezeket az adalékanyagokat gyárták, mert nem tud egyértelműen bebizonyítani, hogy biztos, hogy ettől, nem? Így van, illetve mennyiség függő. Aszpartámot hozzáadok egy tenyészethez, rákos sejtek alakulhatnak ki. De erre azt mondja az aszpartám gyártója vagy fejlesztője, hogy ebben a mennyiségben nyilván rákot okoz, de abban a mennyiségben, ahogy például itt az előttünk lévő üdítő italban található, ugye így nem okoz rákot. Az a kérdés, hogyha valaki mondjuk 5 litert iszik meg egy nap, mert mondjuk nagyon sokat sportol, akkor vajon túl haladja ezt a mennyiséget, vagy nem? Hát igen, vagy ugye a másik csapda, ami érdekes, hogy azt mondják, hogy az aszpartám nem, mondjuk megiszol ebből egy pohárral, de ugye az erre a mennyiségre van kiszámolva, de te máshonnan beviszel más ebetűt, máshonnan beviszel más mennyiségű aszpartámot, amik ugye összegyűlnek a szervezetben. Elindul egy ilyen koktélhatás, és onnantól kezdve pedig mondjuk egyeneságon jön a rák. Ugye, mert azok mindig csak az adott mennyiségre számolják ki, hogy ez így ebben a formában mondjuk nem rákkeltő. Így van. A másik 6 adalékanyagot viszel be, akkor viszont ott megjön a koktélhatás, igen. Ezek a mesterséges édesítőszerek, ezek elraktározódnak a szervezetben, vagy kiürülnek? Lebomlik, de a bomlásnak van egy sebessége. És azért ez, ennek egy része visszamaradhat a májban, illetve miközben ürül ki a testből, károsít.
tehát a vessét károsíthatja, például a májat károsíthatja. Miközben dolgoznak vele ezek a szervek, azért pusztulnak a sejtjeik. Igen, ami nekem szent meggyőződésem, és amit én tapasztalok baráti körből, hogy az embernek van valamiféle olyan, egyszerűen nem is tudom, hogy jobban mondani, bizodalma a hiperekben, az élelmiszerekben, a polcról levett termékekben, hogy nem is gondolná, hogy egyébként ezzel mit fizet. Tehát azt gondolod, hogy megveszed ezt az üdítőt, vagy a felvágót, jaj, hát hiszen meg tudom enni, meg tudom inni, ártani nem árt, akkor mi baj lehet? Tehát még mindig nem hiszik el az emberek, és mindig nem megy át az üzenet, hogy a sok-sok multi, sok-sok felvágott gyártó, üdítőgyártó, energiaitalgyártó, nem tudom, süteménygyártó cég elsősorban nem azzal foglalkozik, hogy jó-e nekünk vagy nem, hanem azzal, hogy profitot termeljen. Nem igen, így van? Az élelmiszert védik, én így fogalmazom meg, és nem annyira a fogyasztó. Nem a élelmiszervédelem van. Közel 50 ezer féle élelmiszer van forgalom. Most gondoljátok meg, hogy van-e olyan apparátus a hatóságnak, hogy mindent megtesz, hogy szúrópróba szerűen, de hát látjátok, hogy a szúrópróba szerű az azt jelenti, hogy nem tud mindent megvizsgálni. Ezért lehet 50 ezer élelmiszer, az 50 ezer féle. 50 ezer féle színezék, kiegészítő anyag, ízesítő, vagy 50... Adalékanyagból csak pár száz, pár vagy száz. Ezres nagyságrendű van, de ugye az alapanyagok között is van különbség, most már bekerült ugye számos egyéb külföldi anyag, ugye a papajától kezdve, különböző gyümölcskészítmények, számtalanféle édesítőanyag ugye van, hát nagyon sokféle élelmiszer van forgalomban, és ezeket úgy keverik össze, hogy nincs információnk a koktél hatásról. Hogyha 10 féle anyagot összekevernek, a gyomorban az elkezd dolgozni, a kémiának szabályai vannak. És ez mit csinál vajon? És ami a veszélyes, ugye adod a gyerek kezébe, tehát elképesztő dolgokat hall az ember, például mondjuk a kakaós csigáról, ami vagy van föltüntetve, vagy nincs feltüntetve, hogy mi van benne, vagy mondjuk a 120 forintos rostos üdítőről, hogy mi ezekről beszélünk, az energiaital vagy a citrom. Abban a legveszélyesebb, hogy még ráva is van írva nagybetűkkel, hogy ez multivitamin, tehát megveszed, igen, mert hiszen vitamin van benne. Igen, igen, mindjárt beszélünk róla. Én ezt is megszigorítanám egyébként, bocsánat, hogy azt mondom, hogy mire írhatom rá azt, hogy multivitamin vagy vitamin. Ez egy pozitív hangzású kifejezés, de a termék maga az, bocsánat, de silány. Totálisan nonsens. Gondold el, mindjárt beszélünk róla, hogy mi van benne, 2 liter. 2 liter 120 forint. Ugye mire alapozik? Arra alapozik, hogy az embereknek nincs pénze megvenni 300 forintért a rostos üdítőt. Ugye teljesen értelemszerűen megveszik ezt, 2 liter kitölti a gyereknek. A gyerek ezzel gyümölcsöt nyilván nem visz be, viszont beviszi a nagyon helyes, nagyon aranyos aszpartámot, ami ugye hát tudjuk, hogy milyen mellékhatásokkal jár, mert mindjárt beszélünk róla. Jó, nyilván 15 dolgot tudtál volna összeszedni, ami rákkeltő vagy rákkeltő lehet, de egy-két olyan fontosat említsünk meg, amivel háziasszonyok, főzni szerető emberek, enni szerető emberek találkoznak, és fogalmuk nincs, hogy egyébként ezzel mit visznek be. Például nézzük a citromot és a narancsot, ez engem is megdöbbentett, hogy azzal mi történik. Felületkezelésre használnak egy O-fenil-fenol nevű anyagot, ami akár érintésre is bőrirritációt okoz, vagy szívódhat esetleg a bőrön keresztül, illetve bekerülve a szervezetbe tüdő, gyomor, bélproblémákat, idegrendszeri zavarokat és akár viselkedési problémákat is okozhat. Egy erősen mérgező vagy rákkeltő anyag. Ezt az is mutatja, hogy amikor bekenik ugye a citrom felületét, akkor ez maszkban és védőruhában. Atya Isten. Ez azért, hogy ne érjen meg. Már nincsen védőruha. Azért, hogy ne érjen meg, amíg ide ér, vagy azért, hogy addigra megérjen. Nem, ez nem az érés, ez a penészkedés. Igen, az érést azt etilénnel érik el, ez egy másik folyamat. Itt a felületkezelést érik el. Biztos láttatok már olyan citromot, aminek az egyik része hirtelen penészedni kezd. A többi része meg nem. Igen. Oda ez nem azért van, mert ott azt kihagyták azt a részt. Ez a kezelés, ez bejut magába a gyümölcsbe? Ezt a viasszal együtt juttatják be. De a felületére rájut. Én azt gondolom, hogy nem jut be. Aha. Mert elég vastag a héja, a pektin védőréteg veszik körül. De nagyon vigyázzunk, mert bele szokták reszelni a háziasszonyok. Igen, de várjatok, és akkor vegyük végig. Ugye a háziasszonyok belereszelik a gyümölcsbe, odaadják, vagy a süteménybe, túrótortában, odaadod a gyereknek. A gyereket már egy olyan anyag beletetett. Beülsz egy étterembe, iszol egy limonádét, mostanság nagyon nagy divat, hogy a narancshéjat, a citromhéjat belerakják. Tehát ezeket a vegyszereket, ezeket a penészgátló, ilyen nem gombaölőket, amiket ugye maszkban permeteznek föl, te belekéred a limonádétba, a citromkarika, narancskarika néven, úgyhogy fogalmad nincs, ott nem kérsz bele cukrot, és azt mondod, hogy ittam jó pohár limonád, nem kértem bele cukrot, milyen egészséges voltam. Aha. Közben áztnak benne ezek a vegyszerek, amit utána viszünk bele a gyomorba. Ez egy vegyszer. Ez egy vegyszer. És egyébként ez az E231-es számú anyag, tehát nem de ez egy, a citrom például nincs föltüntetve, de ez nonsens, hogy a citromon ez nincs rajta egy matrica, hogy kezelve, felület kezelve, E231. Nem írja elő a törvény. De hogy nem írja elő? Nem címkeköteles a citrom. De ilyen, hát ezt egyszerűen nem is értem. Tehát meg ez totál nonsens. A klasszik értelmezésében azt belül használod. Érted?
a citromot is, meg a narancsot is, a belső a banánon is, banánon is van ilyen. Annak igen, az jogos. Hogy tiabendazol van a banánon, a banánra sincs ráírva. Jó, mit tudok csinálni? Tehát én például egy háziasszony vagyok, aki szeretném ugyanak, hogy mondjuk természetes C-vitamint vigyen be a gyerek. Nem akarok neki aszkorbinsavat adni, mert 30%-ban szívódik föl, míg a természetes C-vitamin mondjuk 80%-ban a gyereknél. Akkor meleg vízbe átsikálom, vagy elfelejtem a citromhéjat, és csak a belsejével foglalkozom. Ez a forróvizes kefés munka, ez nem rossz dolog, ez leviszi a nagy részét. Na jó, csak erre kinek van energia, hogy minden egyes citromot mindig átdörzsölni, nem? Nekem. Jó, hát jó, de te kicsit várod is, mert én jó, te a másik véglet vagy. Egyébként én itt vagyok abból a tekintetből, hogy én használom például, ugye kifacsarjuk a citromot, akkor én a citrom híját, azt megtartom, és általában berakom a fogyasztóba, hogy utána később bele tudjam reszelni. A különböző süteményekben, a túróba, stb. Úgy használjuk föl. De én előtte mindig leszoktam mosni, de akkor ezek szerint... Nem tudtam egyébként a felületkezelésről, de akkor ezek szerint jól teszem, hogy megmosom. A sima lemosás, az lehozza, vagy csak nem hozza le? Mivel a viaszban van ez úgymond oldva, nehéz kérdés. Nekem nincs mérési adatom, de attól félek, hogy maradványérték van. Maradványérték van, mert narancs, citrom, ez a legveszélyeztetettem? Narancs, citrom, igen, de itt egészen odáig elmennék, hogy nem foghatja meg a gyerek. Tehát itt most nem arról van szó, hogy beleresszelem, vagy nem. Az már végső stádium. Érted? Tehát egészséges dolgokat viszel haza, és közben nem csinálsz más, mint vegyszereket viszel haza. Tehát ebben ez az ijesztő, és odaadod a gyereknek citrom, megeszi, és vegyszert visz be a szervezetébe, ha és kézre, 20 év múlva beteg igen, az. Hogyha kézre kerül, egyszerű vizes mosás a kézről sem beszél, ott van a bőrödön. Tehát csak a szappanos vizes aktív mosás. Ezért egészségesebbek az elkényeztetett gyerekek, mert nekik meghalmozza a szülő. Így van, nem kapja meg. És egyébként csak mondom, hogy lehet kapni, úgy hívek, hogy kezeletlen citrom, igen. Annak nincs. Igaz, hogy az jóval drágább, mint ez. Kis nylon kesztyűben kéne késsel meghámozni, és utána, amikor már csak a pektines fehér részt látom rajta, akkor alaposan megmosni, az valami ilyes megoldás lehet. Jó, de a nylon az pedig sokára bomlik le, szennyezi a környezetet. Egy-egy. Jó, gyerekek, igen. Ha már az ember azt elér, hogy a gyereknek nem adja meg, mondjuk ő nem úgy kéri a limonádit éttermekbe, vagy narancs és citromhéjat kér bele, mert az milyen menő, meg most ugye mi tényleg sokan így isszák, meg azt jelenti, hogy egészséges vagy, szerintem ezzel már segítettünk. Jó, mondjuk még egyet, hogy ne legyen túl sok az info, és akkor a hírek után még kettőt, ezek mind egyébként sokszor használatos dolgok. Még nézzük ezt az üdítőitalt, jó? Amiről már olyan sokat beszéltünk. Itt az aszpartám kerül szóba, káliumacetulfám, szaharin, mesterséges édesítőszerek. Körülbelül 60-70 mellékhatását ismerjük. Nem minden emberen van minden 60, hanem ahány ember annyiféle. Van, aki depresszióról számol, vagy azt erősítette, amikor aszpartámos italt ívott. Van, aki emésztési problémáktól szenved, van, akinek intenzív fejfájása lett, van, akinek allergiás tünetei lettek. Ugye az aszpartámnak az egyik bomlás terméke az a metilalkohol. Nem sok képződik, de képződik, és ez az agyi folyamatokat zavarhatja meg. Hogy engedheti a hatóság, de komolyan kérdezem, hogy közben rá legyen az írva, hogy vitamin, vagy hogy multivitamin. Igen. Tehát ez nem a fogyasztó megtévesztése? Ez nem arról szól, hogy ráveszem arra, hogy vegyem meg valamit, ami egészséges, de közben átvágom, mert aszpartám benne. Ez hogy engedi? Információ. Ezt nem engedhetné a magyar hatóság. Van benne nem? Vitamin, hát ez vitaminozott. Van benne vitamin, azért multivitaminként nagy betűkkel aszpartámot bevinni, nem? Hát akkor mondd, legyen az, hogy amire vitamin van, abban nem tehetsz mondjuk ezt vagy azt. Mesterséges időt hogy gyermekek ne fogyasszák, az rá van nyilván írva, azt a törvény előírja, hogy édesítőszerrel készült. Erről elvileg a fogyasztónak tudnia kéne, hogy ez valószínű aszpartámot tartalmazhat, de ez kevés. Tehát sokkal komolyabban kellene szankcionálni. Ez gyerekeknél mit válthat ki, mondjuk, ha valaki megisz ez a nagyon kedves kis multivitamin rostos vegyes üdítőitalt, még iszza a gyerek, akkor az a... Bőrtünetek, tehát csalánkiütés, esetleg ekcémás jellegű tünetek, asztmás típusú köhögés, idegrendszeri ártalmak, a gyermek viselkedési zavarral kezd küzdeni, mondom, ezek csak ilyen feltételezett hatások, esetleg hasmenéses problémák, és hát, hogyha már itt tartunk, ugye a rákbetegség előszobája lehet, tehát daganatos sejteket szülhet. Nem véletlen például, hogyha a mai modern ilyen betegségszerű dolog, amik a hiperaktivitással vádolnak meg egy gyereket. Ugye erről sokat beszélünk, hogy akkor mindenféle pszichológus, meg így, meg úgy közben bebizonyosodott, hogy azon gyerekeknél, akinél elsősorban az étrenden változtattak, ezt ugye sokszor mondom, a gyerek megnyugodott, nem lett figyelemzavaros, elkezdett olvasni, leült az asztalhoz, ugye, mert változtattak az étrendjén, tehát annyi minden összetevő van, hogy a gyerek viselkedésére is kihat, azt megváltoztatjuk, és egyszerűen eltűnik ez a fajta hiperaktivitás. Így van. Vigyázni kell azzal, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek az idegrendszerre hatnak. Gyermekkorban pláne, mert a gyermek idegrendszere még érésben van, és sokkal érzékenyebb. Csak még egy fél mondatra visszatérve, a Jani vette ezt, és tök igaza van, hogy egy olyan gyümölcslére, ami egyébként hát egy literben
egy deka gyümölcsöt tartalmaz, hogy írhatják rá, hogy rostos vegyes üdítőital? Az, hogy multivitamin és aszpartámi dolog, de hogy miért nem lép közben a fogyasztóvédelem? De tényleg, hogy rostos vegyes üdítőital, hát ez... Igen, éppen itt alig vagyunk túl a megdöbbenésen, mert én már sok terméket láttam, de ilyet ritkán. Tehát, hogy 10 g gyümölcs van egy italban, és rámerik kérni, tehát maga a címke, nézzétek meg, úgy tűnik, hogy ez egy fantasztikus dolog. Ezt vedd meg, hívogatja magát, rajta van a gyümölcs, rengeteg fotó, multivitamin, és fantasztikus, tehát egy pozitív emóció, pozitív érzést kelt, és erre kapunk egy ilyen vackot. De miért nem lép közben a fogyasztóvédelem? Ezt nem látják, hogy ez nem jut el hozzá, hogy egész ez annyi termék, vagy nem tudják ezt kontrollálni? Azt hiszem, hogy igen, erről van szó. Én szerintem, hogyha megkapargatnánk ezt a kérdést, szerintem egy néhány napon belül itt lenne valami akció. De egyszerűen nincs idő, nincs pénz rá Magyarországon, az apparátus igyekszik. Ezt hol vetted? Ezt egy bevásárló multiban? Egy bevásárló központban, egy ismert bevásárló központban, igen. Na, gyerekek, hát figyeljetek, már és csak azért is ezt vesznek, levetetjük a polcokra, raklap jó? Raklapszámra volt kitéve. Holnap följük a fogyasztóvédelmet, és megkérdezzük, rostos vegyes üdítőital multivitamin tele, aszpartámmal, mindenfélével, nulla, szinte nulla kimutathatatlan gyümölcs százalék, 120 forint 2 liter, és vidáman töltött a gyereknek. Ezt holnap tovább visszük. Ha már azt elérjük, hogy ezt levegyék a polcokra, akkor nyertügyünk van. Vagy hogyha ha nem veszik le, akkor címkézzék át, és tüntessék fel rajta másféleképpen ennek az üdítőitalnak ez hazugság. A jellemzőt, mert ez így hazugság. Rostos, az ebben a formában nem ez igaz. Hazugság. Van benne rost, de olyan elhanyagolt a százalékban, hogy képzeld, hányan veszik meg. Szóval képzeld el, hogy hány ember teszi be a kosarába és adja a gyereknek, aki aztán viselkedés zavaros lesz azért, mert azt gondolod, hogy te ezzel jót teszel. Jó, menjünk tovább, ezzel még foglalkozunk. Ugye vannak például a gumicukrok, meg a csokoládék, amiben szintén van egy érdekes dolog, rengeteg gyerek fogyasztja, ezzel mi a baj? A sötét színű gumicukrokban, üdítő italokban lehet egy olyan anyag, amit egyébként mindenki ismer, ez a karamell nevű anyag, amiről azt tudjuk, hogy természetes módon a cukor száraz hőkezelésével, pirításával képződik. Azzal még nincs önmagában baj, ha az ember időnként eszik ilyen terméket. Viszont a karamellt már nagyobb tételben teszik a pékárukba, a különböző édes, úgy nevezzük, hogy finom pékáruk, kakaós csiga, túrós batyus, a többi. Ezekbe rakják, mert kimutatták, hogy a karamell íz az fokozza az édességvágyat. Egyébként a vanília is ilyen. Okoz, abszolút, vagy? A karamell. Hogyha elmentek egy látványpékség mellett, ami megüti az orrotokat, ez a kellemes vaníliás karamell illat. Na ez a kulcs. Ez hozza létre az agyban nagyon gyorsan az édességvágyat. Önmagában, ha csak egy cukrot esztek, az még kevés. Most már ugye a gasztropszichológus, ugye van egy ilyen szaktudomány, ha esetleg nem tudtátok, a táplálkozás lélektan, ami azt mutatja, hogy ha valamit megérzel, megízlelsz, akkor mi történik az agyban, agykémia, és hogyha karamelles, édes illatot érzel, akkor azt mondod, hogy bármibe is kerül, én most ide bemegyek. Ezt mesterségesen teszik hozzám? Tehát ez egy vegyület? A karamellt hozzá adagolják. Hát itt az előttünk lévő sötét színű gumicukor tele van a karamellel. A probléma ezzel az, hogy a karamellnek van egy rákkeltő hatása, ne felejtsük el, hogy cukor égetésével készítik. Az égetés vagy száraz hő, tehát a száraz égetés, ugye azt tudjuk, hogy rákkeltő, a kenyérhéjától soha senki nem lesz beteg. De az ilyen mennyiségű állandó karamellfogyasztás sem az agyra, tehát idegrendszerre, se a gyomornyálkahártyára, se a bélre nem jó. Nem mondom, hogy ez a legrákkeltőbb anyag. Ezt teszik energiaitalokban is, igen, sok helyen, ugye? Nem mindenhol, ital, de van ahol benne van. És az almaitalokban is, ha megnézitek, nem az almalé, ami 100%-os, hanem az almaital, ha megnézitek, karamell színű. És pedig vízből van tüntetni. És cukorból. Igen, rajta van. Ammónium karamell formájába teszik hozzá. A lényeg az, hogy ilyen mennyiségben, ahogy ma a gyerekek, felnőttek eszik, az agybizony sejtjében raktározódhat, a nem jó a szervezetnek, nem jó a gyomornak, és ugye akár a szakcikkek is foglalkoznak azzal, hogy a karamell, aminek van E-száma, ez az E407-es, ez ebben a mennyiségben már rákkeltő lehet. És ezt is adjuk a gyereknek, ugye? Igen, minden olyan termék, ami sült, amit megsütöttek, még a krumpli, a sült krumpliban is képződik valamennyi. Na jó, de nyilván nem olyan százalékban, nem? Tehát, hogy kifejezetten a sütött, illetve a karamellel adalékolt, sötét színű. Ez a sötét barnás, ismeritek ezt a vöröses barnás szint? Igen. Egyre több az ilyen típusú termék a forgalomban, és
itt van előttem például egy egyszerű csak egy fél mondat lesz, hogy azért ne veszeljük el teljesen magát a terméket, hogy azért, hogyha a gyerek szereti a gumicukrot, akkor biogumicukrot akár otthon is lehet előállítani, természetes alapanyagokból is, és nem kell feltétlenül ragaszkodni mondjuk ezekhez a gyárjakhoz, és lehet kapni biogumicukrot is. Ami szintén olyan alapanyagokból készül, amiben például nincsen mondjuk karamell. Lehet csinálni gumicukrot, tényleg szépen akár narancsléből is, egy kis pektinnel, és valami kis technikával, egy ilyen gumiszerű anyag lesz belőle, és a gumicukorgyárak egy része az átállt a természetes anyagokra, de még mindig dívik a gyenge minőségű cukorka és gumicukor a forgalomban. Jó, és nézzük meg az utolsót, ami viszont a legtöbb ember kezébe jut, erről se árt beszélni, ugye, itt emelj ki egyet majd, amiről beszéltünk, ugye maga a nitrit, ami viszont ugye a felvágottakon van ott, amit ugye nagyon szép ilyen rózsaszín színe lesz, mert egyébként ugye mondtad, hogy nem, ennek nem ilyen színe lenne, nem, tehát hogy ezt meg kell színezni, hogy azért ez olyan szép legyen és megvegyük, hogy mi az elszáma és mit figyeljen az ember, ugye talán ezt teszik a legtöbben, ki drágábbat, ki olcsóbbat, de a felvágott, a párizsi, a mindenféle ilyen kezelt szalámik felvágottak, abból mindenki fogyaszt. Hogy itt a nitrittel van a baj. Sok mindennel baj van, de egyetemeljünk ez a nitrit, igen, ugye? Sokat foglalkozott a szakma is a nitrittel, E250-es nagyságban. E250. Így van. Ennélkül nem is nagyon engedik a hústermékek gyártását, ez tehát egy legális dolog. Szeretné a szakma is kiváltani, egyelőre nem nagyon tudja és nem meri. Hogy lehet legális a közbe kártékony, ezt se értem? Tehát hogy engedhetik, ha közben van egy közmegegyezés arról, hogy egyébként ki akarjuk vonni, mert kártékony, ki akarjuk vonni, mert betegséget okoz, de mégis engedjük addig, mert nincs más. Kicsit féltem az autóm gumiát, de kimondom, nemzetgazdasági érdek. Nemzetgazdasági érdek. Igen. Mert az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nitrit nélkül a termék veszélyessé válhat, nem biztonságos, egyrészt a fogyasztót is védik vele, mert nem szaporodik így benne ez a bizonyos ételmérgezést okozó, kolbászmérgezést okozó klosztridium, amit senkinek nem kívánunk, mert az olyan fájdalom, amit nem lehet elviselni. A klosztridium belekerülhet a termékbe, házi vágásoknál régen volt, egy házi disznótoros után nem maradt életben szinte senki, voltak ilyen eredmények, sajnos, ezért előírták a nitrites pác só használatát. Úgymond inkább választjuk azt, hogy ne kapjunk klosztridiumos kolbászmérgezést, de mint hogy mindennek van ára, ennek van egy olyan eredménye, hogy nitrozamint, tehát egy rákkeltő anyagot képez a gyomorban. Élelmiszeripari egyetemen, mikor a szemináriumon ezt hallottuk, ugye egyszerű naív egyetemi hallgatók, rögtön föltettük a kezünket, hogy hát kedves professzor úr, ez hogy lehetséges? Hát hiszen az élelmiszer törvény előírja, hogy nem lehet az élelmiszerben egyértelműen káros anyag, és erre szétállta a karját a kedves szakember, és azt mondta, hogy kedves kollégák, nem tudunk jobbat, egyenek savanyú káposztát mellé. Azt a mindenit. Paradicsomlevet. Paradicsomlevet, hogy ez megköti, igen. Tehát azt nézzük, hogy tartósítószer, nátrium, nitrit, mindig van, minden töltelékes. Igen, nátrium, nitrit, párizsiban, mindenféle felvágottban, kis mennyiségben van, mielőtt betelefonálna egy-egy szakember, kis mennyiségben van, a szakma szerint ebben a mennyiségben nem okoz rákot, illetve egyértelműsíthetően nem okoz rákot, tehát szakmailag az nem igazolható, hogy ez rákot okozna, de amit mondtál Balázs, hogy egyéb anyagokkal együtt, aszpartámtól kezdve a karamellen át, az már szépen hogyha betesz. Mondjuk igen, elfogyasztok egy jó kis aszpartámos üdítőt vele együtt, egy kis karamelles gumicukrot, és hadd ne soroljam a butilhidroxianizolt. Hát az már nem az, a már összezavarodott. Egyebeket. Figyelj, hogy akkor tényleg, amit a Feri sokszor mondta, hogy otthon lesütött a csirke mellett, és az, mert ilyen felvágottat mindenki vesz. Natúr csirkemellben nincsen nitrit. Aha. Az le van vákumcsomagolva, kérlek szépen, és ennyi. Ezért ezt javaslom továbbra is, hogy csirkemell, pulykamell, vagy ugye azt tudjuk, hogy a comb, tehát a pulyka comb, a csirke combban több az értékes anyag, mint a mellben. Ez csak zárójeles megjegyzés a szakmából. És az íze is jobb. Igen. Tehát naturhúsok, és még külföldről is jöttek egyébként e-mailek, Angliából, Erdélyből, hogy az emberek, hogy hallgatják vissza a műsort, illetve élőben is, úgy megnézik, hogy a környező üzletekben mi található, és változtatnak. De jó. Ja, én mindig azért mondom, hogy a választás lehetősége legyen ott a hallgatónak, aztán ő majd eldönti, hogy nincs pénze másra, vagy van pénze, vagy nem tudja megvenni, vagy meg tudja venni, vagy szépen leszoktatja erről a gyereket, de ha nem tudja, akkor egyértelműen megveszi. Ha tudja, akkor legalább tud dönteni, hogy meg akarja venni, és így él tovább, vagy megpróbál valamin változtatni, és itt soha nem arról van szó, hogy akkor ne ezt, hanem a 600 forintos téli szalámit, csak olvassa el, és egy kicsit legyen tudatosabb. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy amerikai tanulmánnyal szeretnék egy kicsit foglalkozni, és szeretném, ha némi, hát hogy is mondjam,
tudással felvérteződnénk? Nem. Hanem hogy kintenénk a világra? Hogy végre a kis szűk... Önkritikát gyakoroljatok, ezt akartam mondani, csak nem mit. Közegünkből kilessünk, kipillancsunk az univerzumban. Ahogy szoktam mondani, kispolgár létezéseteket egy egészen más tudati szintre emelje. Így van, a szürkeségbe egy kis szint is húzzak, majd egy csetel, amit én adok a kezetekbe. A szürke csetlőbotló hétköznapjaitokban legyen valami kis fény, így a nappalban is. Nem, na, kiderült... Kérlek, húzd fel a reluxát. Kiderült, hogy a kutatót megállapították, hogy egy amerikai átlag 3 perc alatt intézi el a szexet. Na, nyomorulta. Hét és... Na jó, itt most... Na, itt... Na, mire kell az a 3 perc, mi? 7 és 13 perc időtartamú szeretkezés kielégítő, 10 és 30 perces intim együttlét pedig a túl hosszú kategóriába tartozik már az amerikaiak szerint. A több mint 1500 pár bevonásával készült kutatás során arra a megállapításra jutottak, hogy az átlagos időtartam 7,5 perc. Gyerekek! És hát itt most tudom, hogy jönnek majd, áramlanak majd az SMS-ek, hogy micsoda, hát nálunk másfél óra az előjáték, micsoda, mi minden második nap, mint a nyulak, és aztán hajnem. Hát de jó, hogy mondod. De legyünk teljesen őszinték. Ez az a téma, meg szerintem a gyereknevelés, amiben a legtöbb ember, ha az ismerősök, barátok kérdezik, akkor lódít. Hogy akkor meddig, kamuzik. Meddig tart és hányszor? Hogy meddig tart, hogy hányszor, és hogy egyébként a gyereknevelés az egyáltalán nem okoz problémát, szívesen kelek éjszaka, nem megterhelő, az én gyerekem végalussza az éjszakát, sose vagyunk betegek, nem szeret még antibiotikumot, és az én gyerekem a legjobb az óvodában. Című történet. Tehát ez a két nagy témakör van véleményem szerint, amiben az emberek 80%-a tudja, hogy kamuzik, nem? Mert rossz beismerni, ugye? Igen. Egyrészt nem ismered be, hogy nem szexelsz a pároddal, egyrészt nem ismered be, hogy a fél évente egy is rendszeres, nem ismered be, hogy egyébként, ha meg történik a dolog, akkor 4,5 perc alatt történik félig elfekvő fűrészpózban hátulról. Félig elfekvő egymásnak valahogy kicsit így, nem tudom, háttal fordítva a fűrészpózban. Az mit jelent, hogy lábad leír a kanapéről közben, hogy indulásra készen? Nem, hát a fűrész az, amikor az arcotok egy irányba néz, mind a ketten így fekszetek, a lány háta ér a te hasadhoz, ugye tulajdonképpen, és kicsit ilyen sréhen fekszetek az ágyban, az a fűrész. Nagyon tehát, egy irányba néztek. Azt hittem a reszelést. Na, 7,5 perc! Mi van benne, azt tudjuk a felmérés szerint? Tehát ez csak maga a szex, vagy benne van a tusolás utána? Vacsora, igen. Vacsora, a levetkőzés. Az előjáték, a fölöltözés, a cigi. Bocsánat, tehát 7,5 perc, már mesztelenek vagy. És a híradó már... eleje. És a híradó eleje, illetve a, nem tudom, a Ben Hur utolsó 12 perc. Igen, a kocsi verseny. Nem, maga a 7,5 perc az onnan történik, hogy... Már az aktus. Már maga az aktus, aha. Igen. Na most, ha előtte másfél óra az előjáték, hát figyeljetek, srácok, hogyha Moni érzi otthon, hogy eljött az ideje, akkor általában bekészít a szobába egy kis naftalint, és annyira molyolós típus vagyok. Ja, te vagy a csendes kisiparos, aki eltűnsz a paplan alatt, és teszed a dolgod, erre születtél, ezért vagy csendes kisiparosként dolgozol. Srácok, mi előtte még mindig szemezünk, és meghívom egy italra is. Kérsz egy pohár vizet, drágám. Kérsz egy pohár tejet. Kérsz egy pohár, nem tudom, laktózmentes tejet. Na, de nem értetek egyet ezzel, hogy a két témakörre van, az ember általában hazudik. Hazudnak az emberek, de, nem? De, veled vagyunk, ha ugye? Most mondta, Jani, nem 7,5 perc, hanem 7,5 óra nála. Hát, hogy ne hazudna a felmérés? 7,5 perc. Mit tökölnek tényleg ezek 7,5 percig? Mondjátok, ja, hogy sok meg. Mit? Mi fér bele ebbe a 7,5 perc? Nézzük végig. 7,5 perc. Mire megbeszélitek, hogy legyen vagy ne legyen? 3 már elment, nem? Akarod, nem. De miért nem akarod? De hát már nem működik. De hát nem érted, hogy fáradt vagy, de nem vagy az fáradt. Az a baj, hogy nem beszélik meg. Tessék? Hát már meg se beszélik. Tehát ebben nincs benne a beszélgetés, ha véletlenül van az a hét. Honnan számoljunk időt? Bent vagyunk az ágyban? Vagy megérkezünk a lakásba, hát és szeretnénk a párunkat elvonszolni az ágyba? Mit számoljunk ebben, mondjuk a 3 percet? Ez már az ágy. Tessék. Tényleg. Indítom az órát, 3 percet számolunk. Mit lehet csinálni 3 perc alatt, jó? Már ágy. Most miért indítod? Egy. Legyen egy beszélgetés. Nem, a gatyámat nem kellett tolni. Hát ha most a beszélgetés is benne van, akkor onnan indulunk, hogy elindítod az órát, szia drágám, megjöttem. De ne, legyen hazaértem. Benne, már bent fekszünk, hát az ágyban. Azért. Jó? Na. Tessék. Ilyen gyorsan, Feri. Vázoljunk. Ilyen gondjai vannak egy időskor, hogy még, hogy szia drágám, már megjöttem. Ne tereljetek. Szia drágám, az a baj, hogy már megjöttem. Már megjöttem, úgyhogy nekem már jó. Hogyha hagyjuk, akkor inkább. Hogy néz ki egy átlag magyar család estéje? Vázoljuk.
Gyerekek. Elindult az óra. Gyerekek alszanak. Ülnek bent kettő darab okos telefonnal. Márját, találkozások, fókusz. Na ez a baj. Látod? Ez a baj, látod? Az a sok tévéműsor, a népbutítás. Ülnek bent egy okos telefonnal a kezében mondjuk a férfi, egy kicsi női magazin a kezében a nő. Eltelt 18 másodperc, a nő ránéz a férfire. Már megint képeket nézeket szeneten, igen. De. Igen, már megint pornót nézel, Józsi. Nem, de hogy nézek pornót. Azt tudod, hogy 3 hónapja nem szexeltünk? Dehogy is, 2 hete szexeltünk, amikor anyádék elvitték a gyerekeket. Az nem 2 hete volt, 2 hónapja. Hogy áll az óra? 37 másodperc ment el. Nagyon jó. Mama tette egy reménytelen kísérletet arra, hogy legyen szex. Aha. Ugye? Jó, mi történik tovább? Jó, mondjuk itt megváltozik. Hogy mama, ezzel 51 percet még hozzáadtál. Igen. Elment 1 perc. Papa kissé idegesen szabadul meg az okos telefonjától, mert masszívan függő. Jó, hát akkor leteszi oldalra, jó, akkor legyen. Kapcsold le a lámpát. Még nem etettem meg pót. Miért kapcsoljam le a lámpát, már sose csináljuk fényben. Igen, minek neked az a fény? Minek neked a fény? Minek neked a fény? Menj rutinból. Fordulj oldalra. Miért forduljak oldalra? Már nem is csókolózunk? Nem? Megvannak ezek a nagy közhelyek, amiket... Jézus, te tényleg így látod a szexuális életét a magyaroknak? Abszolút. Abszolút. Teljesen, szerintem ez egy teljesen jó korkép. A nő ugye szereti az előjátékot, szereti, hogy érzelem van benne, szereti a férfi gyengéd. Ezek típusok. A nő az így van kódolva. De nem a férjével. De, nem. A férfi hogy van kódolva a legtöbbször? Persze, nyilván a spontán szexet szereti. A férfi szeretne gyorsan túllenni rajta, a férfi nem szereti annyira az előjátékot, tisztelet a kivételnek, a férfi már nem akar mondjuk 15 év után csókolózni. Asszony kájával szeretné ezt egy gyors, 2 perces időintervallummal letudni. Nem így van? Mondjátok, a tévedek. Ez egy szomorú korkép, de hát ez ide jutnak az emberek egy idő után. Hát, nem? Elment 2 perc, megállítom az órát. Oké. Okay. Nézd, ha engem kérdezel a smár királyt, akkor... Igen, tudom, te egy friss eperkelyhet majszolsz mindig, és egy mangókehely. A te ajkaid egy mangókehely. Most te nem szeretsz már csókolózni? Dehogy nem. Hát, ugye, hogy jó. Most mi? Most a magyar férfi nem szereti. Férjétes, most nem magunkról beszélünk, most egy sajátba. Egy képet próbálunk a hallottak alapján, az elmondottak alapján, a beszélgetések alapján vázolni, hogy mi a jelenlegi helyzet mondjuk egy 8-10-15 éve együtt élő párnál. Ez van. A férfi gyorsan, a nő érzelmesen szeretné ezt a dolgot. Tehát a legtöbb nőnek az a baja, hogy a férfi gyorsan túl akar lenni, nincs előjáték, nem? Nem foglalkozik eleget, csak dur bele, gyorsan legyünk túl. A nőnek pedig idő kell erre rákészülni. Hát ezek közhelyek, de ezek így vannak. De a nő nem fáradt, hogy dolgozik, van 2 gyerek, háztartás, és utána ő sem nagyon akarja? Én nem hiszem, hogy nem. Tehát a nők akarják, pont abból a férfiak miatt nem megy Magyarországon a szex. Vagy akkor nem Magyarországon, átlagban a világban. Ne, ezt így nem lehet kijelenteni. Szerintem egy csomó nő van, akinek mondjuk a gyerekvállalás után nincs kedve, a pasi szeretné, de mire előkeresi az erotikus fejlemet az oknik mögül. 15 éve eltugrott, hogy ez már úgy se kell. Tehát azt jelenti, hogy én szexuális körképem az maga a góbi sivatag, hát és maga a naszka vonalak. Jó, akkor te mindenki nézzen nagyon mélyen magába, és nézze át, hogy valójában mi az igazság. Na. Van-e abban valamit mondok? Tessék, eltelt 1,5 perc. A nő még mindig az előjátékon gondolkodik, a pasi már szinte csinálná, és tenné túl. Gyere, Feri, gyere velem, népesítsük be újra élettel Balázs Nedvédiét. De nem magamról beszélek. Hányszor hallottam, hogy nem beszélgettek nőkkel is, soha? Hogy az én férjem már nem ad az előjátékra, az én férjem gyorsan szeretni, az én férjem nem kényeztet elég, az én férjem ilyen vagy olyan. Hát, ti csak olyan férfiakkal beszéltek, akiknek 40 perc csak az előjáték, gondolom. Hát azért megkérdezné otthon a kedves nőm, hogy miért beszélgetek én nőkkel arról, hogy az ő, hogy nekik elő. Általában, hogy megy otthon. Hát mit tudom, egy barátod feleségével például. Nem. Nem, de izgalmasan hangzik. Egyébként, hogyha ha engem feljogosítanak erre otthon, akkor én nagyon szívesen beszélgetek ezen túl elhanyagolt hölgyekkel arról, hogy egyébként náluk, hogy... De mi nem beszélgethet? Baráttal igen, de... Megvan a kép, de hogy nézik a... Egy baráti társaság, akiket 15 éve együtt járunk, és azt mondja nekem az egyik feleség, hogy figyelj, hát nem, most nem mondok nevet, hallod? Hát beszélj már vele, mert olyan tökett le, hogy neki a szex az 3 perc, és abban a cigi is benne van. Hát persze, hát ha vagy egy ilyen baráti társaságból a nők is bejárnak, akkor miért ne beszélnél erről? Hát ez nem úgy nem titok. Vagy barátokkal, ha beszélgetsz. Léci, ha hallotok, most nyissatok felé.
Tárját neki a lelketeket, kíváncsi vagyok a témára. Léci, hallottok, beszélgessetek velem ilyenről. Péntek esti horrorfilm nézés közben, ha hogy jön az oda? Hát mi, hogy vagy egy baráti társaságban, ahol az egyik elmondja, hogy mit tudom én, az ő felesége, mit tudom én, 4 éve nem akar, az ő felesége mióta gyereket vállalt azóta tök nyűgös, az ő felesége nymphomám és minden este meg akarja erőszakolni, és egyszerűen nem bírja, és találjunk ki valamit. Hát ezeket barátként azért megbeszélitek, vagy ismerősként, nem? Ti csak horrorról beszéltek, meg másosról? Nem, a barátaimmal igen, de a feleségükkel nem. Én egy kicsit hiányolom a kapcsolatomból ezt a fajta nyitottságot, és őszintén irigyellek, hogy nálatok ez megvan. Hát ezt felismertem, hogy jövő héten pénteken akkor jön. Jó, az össze egy ilyen csapatépítés. Jó, 2 percnél vagyunk, csak mondom, megállítottam az órát. Honnan indíthatom újra? Hol tartunk? Mindenki azt mondta, hogy oké, mehet. Mindenki a szex. Mindenki azt mondta, hogy oké, mehet. Anya és apa villanyt lekapcsoltuk? Igen, le. Igen. Le, és már téped is a ruhát. Már téped a ruhát. Hát szeded le. Hát minden! A gyerekek fűdelek például. Várj, a gyerekek fűdelek. Látnak magam előtt, béka, szájjal szeretném letépni rólad a farmert. Így van, hát a gyerekeket betettük a fürdőkádba, esti izé, pancsi van. Egész ezek ott vannak. De miért nem ágybaltatjátok? Nem, minek, hát figyelj, reggelre kihűl a víz, kicsit legyugszanak, azt mehetnek az ágyba. Azért azt gondolom, 8 órát a fürdőkádban tölteni, hát azért az meglehetősen hosszú időintervallum. Hát tegyétek át őket az ágyba. De nem 8 óra, most mondtad, hogy 7 perc, vagy 3, vagy leszítsük el a foglalat, mert nekem nagyon tetszik, hogy így minden egyes lényeges elem benne van. Tehát téped le foggal. Foggal. Okay. Megy az óra? Megy az óra? Nem jó, megy az óra. Várj, óra indul, 1-5-6-ne, óra indul. Téped foggal. Rá! Nem megy. Agyon gumírozták ezt a szart. Nem tudom leszni. Nincs agyon gumírozott. Inkább nézzünk meg egy filmet. Nem mond ilyet, senki nem mond ilyet. Már mesztelenek vagy. Jaj, a fogam kezén becsúszott ez a rohadt sejem. De nem bénázunk, jó, szexelünk. Órát 2:10-nél leállítottam, itt fogsejem van, az nem én. Oké. De 1 percet maradt. Hát 1 perc nem lehet csinálni 3 percet, szinte semmit. De szerepjátékos? Tényleg. De szerepjátékos? Nem, az nem kell beöltözni. Mert nekem ez nagyon tetszik, hogy letéped róla, és akkor még azt mondja, hogy adod vissza, te kis masztifta! És akkor már igen, és akkor én már 4 kézláb állok a padlón, és ő húz a fogamnál fogva. Érted? Megvan az előjáték is. Nézd meg, szerepjáték. Gyere ide a lábamhoz, gyere ide, leülsz! Csóvál csak a farkad! Csóválom. És megnyalhatom el a lábad. Igen. Gazd, édes gazdám. Hallod, Soma, kaptunk egy kutyát, egy kis masztifot. Mire kimegyünk, biztos ott lesz. Igen, a kártban a két gyerek pedig megbeszélni. Rendes van a családban. Na jó, hol tartunk akkor? Tehát 2:20, nem? Hát én nekem már vége. Nekem már jó volt. De már megvolt, igen. Nálatok már szomszédok is rágyújtottak, hát, akkora. Akkora menet volt, igen. Ne, nekünk pont most ér össze a lábunk az asztal alatt. Igen, a virágban alszik, ti meg még ültök egy gyertyafényes vacsoránál, és már lábcsöröztök. Mindig összejövünk előtte. Na de apa, miért kapcsoltad ki a Balázsékat? Feriéknek most lett új kiskutyájuk. Így 40 környékén kezd úgy működni, ha alul vagyok, fulladok, ha felül vagyok, szédülök, oldalról meg nem látom a tévét. Egy másik hallgató. Ti bekameráztátok a hálónkat? Kérdezi valaki. Nekem 1.5 hét győzködéssel együtt. Tehát, hogy azért vannak ilyen SMS-ek is, igen. Én már a rendszertelen nemi életnek is örülnék, írja. Csak valami legyen? Nincs is annál jobb, mint a jól kidolgozott 5 perc a magam örömére. Nálunk 1.5 perc, de az asszony már oda se hívom. Szerintem nekem nem kell 3 perc. Akarod? Persze, ha előtte megmasszírozol. Á, akkor inkább hagyjuk. Itt vagyunk, de nem vagyunk. Hello, visszatértünk. De te nem vagy itt. De én most nem vagyok itt. Mert mi még a városban, de nem? De akkor most miért vagyok itt? Én most itt vagyok, vagy nem vagyok itt. De hétfő van, és eddig best of volt. Hogy vagyunk most itt élőben? Mennyire fura szituáció, az én nem is nagyon tudom feldolgozni. Fura, mert egyszerre 2 helyen vagyok, itt is, meg Ázsiában is. Beszélni fogok a kezelőorvosommal, gyógyszerészemmel. Mindegy. Ha már itt vagyunk, nem hívunk egy naphallgatóját? De jó ötlet. Hiszen, ha a rovat el van adva és plusz ajándék van, akkor mi a best of ellenére se hagyhatjuk egyébként hallgatóinkat ajándék nélkül. Nem, hát nem hagyhatjuk cserben sem a szélzt, sem a hallgatókat. Így van. Ezért bejöttünk élőben. 1-2 percre. Ugye? Valami így történhetett. Morning show. Oh! Hey! Te jó vagy! Hello Gyula! Vagyok. Hallgatsz most minket, Gyula? Hallak, tökéletesen. És hallgatod is az adást? Természetesen. Jók voltunk ma, ugye?
Hát, királyok. Na, látod? Ugye? Ezért megértem visszajönni Ázsiából. Ugye? Látod, még ezért jöttünk vissza Ázsiából. Úgy oda tesszük magunkat, hogy nem is vagyunk itt. De most mégis itt vagyunk. És te vagy a nap hallgatója, Gyula, mert küldtél nekünk közlekedési hírt. Ma is, meg régebben is. De mi inkább most a régebbiekre hagyatkoztunk. Jó, Gyula? Nagyon szépen köszönöm. Van egy ajándékunk, tulajdonképpen ezért jöttünk be erre a 3 percre élőben, mert hogy egy páros mozi jegyed van az egyik nagy moziba, ott egy nagyon szép filmre, amit majd meghallgathatsz a reklámblokban, mert nekem fogalmam sincs. De azért van a reklámblok, hogy az elmondja. Igen, egy nagyon klassz kis filmre hívnánk meg téged. Jó, Gyula? Oké. Megvan egy Morning Show Class FM-es ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm. Mit csinálsz? Mit csinálsz ma? Hétfőn. Érted? Én most kapcsolatottam is. Hétfőn? Hát persze, hisz ma hétfő van. Ja, hát áruszállítok, szokásos. Na. A szokásos hétfői áruszállítás. De jó, jól teszel. Csináld ezt holnap is, aztán pénteken tedd le a lantot, és örülj a hétvégére. Szevasz, Gyula, köszönjük! Szia, Gyula! Ciao! Hello, hello! Na. Na jó, mehetek vissza? Hihetetlen, mehetsz vissza, hogy beugrottunk. Jó, mi jövünk holnap? Elárulom, hogy nem is mi voltunk azok, csak Szani Roland hangot utánzott. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.